mielőtt a témára térnénk, egy icipicit a június 24-i vésztőmágoron esedékes szertartásra szeretném ráirányítani a figyelmet, mert bár gondoltuk, hogy itt egy nagyon fontos szertartásra kerül majd sor, de azt hiszem egyikünk sem gondolta, aki kapcsolatba került ezzel a dologgal, hogy itt ennyire fontos lesz a cselekedet, éppen ezért hatalmas nagy a felelősség is, hogy mennyire fontos ez a cselekedet. Azóta fény derült arra, hogy bizonyos előzmények szükségeltetnek június 24-éhez. Ezek az előzmények, ezek mind-mind egy-egy szertartás voltak éppen. Március 21-ével veszi kezdetét ez a szertartás sorozat, és én csak a dátumokat, nagyjából a dátumokat mondom, ott, ahol már ez egyértelműen rögzült, és a helyszíneket. És annyit teszek még hozzá, tudva lévő a magyar népmese hagyományból, ezt most a whitefülöknek mondom, hogy Fehér ország kulcsa Fekete országban van. Akinek van füle, az most hallotta, és akkor elindulnak a helyszínek. Március 21-én az első szertartásra, volt már egy nulladik szertartás egyébként, ez éppen két napja hangvazó szerdán történt, egészen döbbenetes élményt jelentett. Én megmondom őszintén, 95 óta vagyok részese szertartásoknak, de ilyen szertartásban én még nem vettem részt. Ilyen erejű, ilyen nagy hatású szertartásban. Még most is emészgetem, és valószínűleg ez még hetekig fog tartani. Március 21-én az ajtóban fogunk állni. Az ajtóban fogunk állni, de nincs még kulcs a kezünkben. Az ajtó neve Ajtony. Ajtony hatalmas erőt képvisel a kárpáti magyar hazában. Aki ismeri a történetét mindenféle síkon, fizikai, lelki és szellemi síkon, az tudja, milyen irdatlan erővel állunk szemben. Tulajdonképpen a halál és a halhatatlanság ajtajában állunk. Ezt az ajtót kell majd megnyitni, és ez lesz az a fókuszpont, ahol eldől, hogy merre mehetünk tovább. Ha nem rontjuk el a dolgunkat, akkor a halhatatlanság irányába. Ha elrontjuk a dolgunkat, akkor sajnos a halál irányába indultunk tovább. Marosvár tehát a helyszínt. Itt kerül sor az első nagy szertartásra. Ezt követően a következő szertartás Mária Radna. Mária Radna, Mária Kegyhely. Korábban ott igen nagy erődítmény, szakrális erődítmény állt, egy földvár rendszer. Földvár, ez a földvár rendszer, egyáltalán ez a szakrális csomópont korábban nagyon szoros működésben volt Solymos várával. Ez a Hunyadiak birtoka is volt, csak hogy a jelentőségét érzékeljük. És Solymoson keresztül tulajdonképpen egész Hunyad területével, egész Hunyad vármegye területével szoros kapcsolatban van ez a hely. Nagyon beszédes a neve is. Van ennek egy története is, hogy ki volt Radna, akinek a nevét összevonták Mária, Szűz Mária boldogasszonyok nevével. A Radna egyrészt a születéssel kapcsolatos bizonyos nyelvben. Más indoeurópai nyelvekben pedig a sugárzással. A rad, ugyanis a sugárzásnak a szava, kulcsszava. És még valamit. A Kárpát-medencei Mária kegyhelyek közül jelenleg ez az egyik legerősebb. Aki járt ott, érezheti, tapasztalhatja és tudja. A következő helyszín Dombegyház. A következő, ez már azért tudható, hogy mikor, május 21-e. Május 21-e, akik itt jelen vannak, gondolom nagyon jól tudják, Attila nevéhez köthető ünnepnap. Ezért a helyünk ebben az időben ott van, ahol Attila megjelent fel is Dombegyházon. Hogy itt mekkora erővel kerülünk szembe, azt hagyd példázzam, amíg nem mondtam itt el, és azt hiszem nem volt alkalmam elmondani, azóta nem jártam itt. Egy december 27-i Szent János apostol névünnepi karácsonyi élménnyel.
ugyanis ezen a napon, ennek a napnak az estéjén, napszentületkor meglátogattuk ezt a kegyhelyet, ezt a szent helyet, és valami egészen döbbenetes élményben volt részünk. Ha valaki végighallgatta az Attilával kapcsolatos és a szent földrajzzal kapcsolatos eszmefuttatásokat, emlékezhet rá, ez a halom, ahol jelesül, hogy Attila megjelent, egy halomrendszerhez tartozik, egy pálaszeme alakú halomrendszerhez. Ennek a halomrendszernek az átmérője, ez túlnyúlik a mai félmúli határon, ennek a halomrendszernek az átmérője hozzávetőleg 20 kilométer. Ezt azért mondtam el, mert ami most következik, ebben a nagyságrendben képzelendő el. Odafele tartva, és hogy itt nem káprázatról van szó, az bizonyítja, hogy többen részesei voltak ennek az élménynek, egymástól függetlenül. Az utólagos megbeszélés során derült ki, hogy sokan ugyanazt láttuk. Odafele közeledve, a pávaszem halomrendszer fölött egy ugyanilyen méretű fehér ló állt. Tényleg meg kell állnom, mert gondoljanak bele. Egy 20 kilométeres nagyságú fehér ló. Nem fizikailag, ugye érthető. Fényből. Ezen a lovon ült valaki, akiről lehetett tudni, hogy király. Még ha az ember nem is járatos, saját hagyományunk van, és saját királyaink ábrázataiban, lehetett tudni, hogy királyban is volt a fején egy korona. Nem a magyar szemkorona. Egy korona volt. A homlokán volt egy seb. Ez a király, akinek hegyes szakála volt, és 30-as éveiben járt. Mert ezt láttuk. Feszülten, de mégis nyugodtan. Egyszerre feszülten, és egyszerre nyugodtan. Ült ezen a lovon. És a térnek egy meghatározott irányába nézett. Végig, amíg ott voltunk, sőt, még utána napokig ott volt. És végig ugyanabban az irányban nézett. Ez azt jelenti, ez egy fontos irány. Alatta a ló viszont borzasztóan nyugtalan volt. A jobb hátsó lábával állandóan ezt a mozdulatot végezte. És ha nem fogja a gyeplővel vissza ez a király ezt a lovat, lehetett érezni. Az a ló a következő pillanatban kilő, és meg nem áll. Abban az irányban fut el, vágtat el, és meg nem áll. De a király visszafogta a gyeplőt. Furcsa ellentét volt a ló nyugtalansága, és a király feszül, de mégis nyugodt állapota között. Ugye nem kell mondanom, ki volt ott. Természetesen Attila. Ami számomra megdöbbentő volt, hogy Attilát ilyen fiatal arccal tulajdonképpen azt lehetne mondani, a földi történet hitelességének arculatával. Még sohasem láttam, mert mindig idős alakként jelent meg. Valami történt. De nem is ez azért, ez is nagyon érdekes már. Aki nem látta ezt a jelenést, az erejét akkor is érezte. Mindannyian, akik ott voltunk, mint a gyerekek, boldogan ugrándoztunk. Ugyanis ez hihetetlen boldogságerő volt. Amikor hazamentem, azért kíváncsi voltam, hogy milyen irányba néz Attila. Meg a lova. És fölvittem a térképre. Egy ceruzát húztam végig a térképen, át kellett lépnem már a következő szelvényre. Sőt, az utána következőre. Mert már nem voltam a Kárpát-medencében, de tovább húztam a vonulatot. És ment a Ceruza hegye, és ment a Ceruza hegye, és már átlépte az Adriai tengert. És még mindig ment a Ceruza hegye, és egyszer csak megálltam egy ponton. Ugyanis ez egy nagyon ismerős pont volt. Aquileiának hívják. Telibe találtam. Majd onnan csak egy picit kellett tovább húzni, és ott volt Róma. Ez az az irány. Hát ez csak az erők miatt és a történések miatt mondom. Lesz benne egy szer helyszín, mert hogy szerpusztát is föl kell keresni. Vagyis puszta szert. És ezután fog következni Vésztőmágor. Június 24-én. Ez egy misztérium játék lesz,
amelynek előre meg kell írni a forgatókönyvét, meg kell írni a szövegkönyvét. És a lelki szemeim előtt már el is gondoltam, hogy kit kéne fölkérni arra, hogy ezt a forgatókönyvet, vagy ezt a szövegkönyvet, hogy pontosabb legyek, megírja. Sőt, lelki szemeim előtt már személyek villantak föl, akik játszhatják a szerepeket. Nos, nem így működik. Senkit nem kell fölkérni a szövegkönyv megírására. Ugyanis kiderült, minden fontos eseményét a Mysterium játéknak ezeken a helyszíneken fogjuk megkapni. Vagyis a Mysterium játék végső arculata csak június 24-ére fog összeállni. Vagyis nem lehet előre készülni. Itt. Viszont lehet előre készülni. Itt. Hát így néz ki a dolog. Vatánk viszont már van, mert erre közvetlenül fölülről kapott felkérést az a valaki, aki a vatát fogja nem alakítani, hanem megidézni. Ennek ellenére mindenkit szeretettel látunk majd június 24-én a Vata és Vatafia János történetét és erejét és a maga valóságát megidéző. Ez már szertartás, nem misztérium játék. Ebben a szertartásban. Nagyon nagy a tét és nagyon nagy a felelősség. Azt hiszem, hogy nem esek túlzásokba, azt mondom, hogy tényleg a halál és a halhatatlanság erejében játszunk. Illetve nem játszunk, mert szeretnénk nem játszani. Hát ennyit felvezetőnek, illetve ez nem ide tartozott, mert ami most következik, az a valóságos előadás, már ahogy meg lett hirdetve, vagyis tükör által, homályosan. És akkor hangozzék el a pontos idézet Pál apostoltól, első leveléből, amelyet a korintusiakhoz írt, a 13. részből a 12. bekezdést fogom tehát idézni. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Ha megidéztük a forrást, akkor idézzük meg mindenféle értelemben a forrást, vagyis vizsgáljuk meg szerzőnk miben létét és kilétét. Ki az, aki ezeket a sorokat nekünk üzen? Ezek nagyon fontos mondatok voltak ám. Manapság bizonyos körökben divat lett Pál apostolt negatívan minősíteni. Ha annyira negatív személyiség lenne és negatív szerepet töltene be az üttörténetben, akkor nem került volna föl a magyar szent koronára. Ezzel ezt a kérdést le is zártam. Nem is akármilyen helyen látható jelen pillanatban, tudva lévőleg az apostolok sorozatában, vagyis a keresztpánton felül közvetlenül a Teremtő Istent, annak fiúsági arculatát megidéző, fejtető pantokrátor kép mellett. A keresztpántozat egyik ágának felső részében. Kezdjük talán a névvel, ugyanis Szántai Lajos szokta mondani, beszédes névvel állunk szemben. Itt ugyan a latin névváltozatot látjuk, vagyis Paulus, de nevezzük meg magyarul, az ő neve ugyanis Pál. Ha én azt mondom Pál, akkor ezzel nagyon sok mindent mondtam. Ugyanis ebben egy Istennek a neve van. Olyannyira egy Istennek a neve van, hogy ennek az Istennek a papját Mezopotámiában úgy hívták, hogy Pál. Ez az istenség pedig Bál, vagy Bél. Rögtön egy bolygó minőséget is kapcsolunk hozzá. Tudva lévő, hogy ha ebben a hetes rendszerben
feleltetünk meg bálistenségnek bolygó minőséget, akkor a Jupiternek a jelét kell fölrajzoljam, mert ő a Jupiter minőségét hordozza. Ez már érdekes lehet a számunkra, mert a magyar csillagmitoszi hagyományban ő a magyarok csillag. Olvashatjuk a nevét görögül. Úgy fog hangzani, hogy Pálosz. Igen ám, de a görög hagyományban, mondjuk Sikulus Diodorusnál, kicsoda ez a Pálosz? Megint a magyar hagyomány fele fognak minket orientálni a források. Ugyanis Kűtésznek az egyik fiáról van szó. A másikat a hagyomány Naposznak nevezi. Vagyis megidéztük a szkíta bölcsességnek a leszármazási vonulatát. Egy olyan személlyel állunk szemben, aki a szkíta bölcsesség leszármazási vonulatán található meg, a görög név alapja és a görög hagyomány szerint. És ha latinul nevezem meg, akkor mit kapok? Hát nagyon érdekes képletet. Ugyanis ha kiejtem ezt a hangot belőle, vagyis a magyar hagyomány fele nyitom a nevet, de megtartom a latin végződést. Föltűnő, hogy a végződésben szereplő U és magában a névnek a gyökében szereplő U különböző alakú, ugye? Ezzel nagyon sokat szoktak gondolkozni, hogy miért van kétfajta U betűvel írva Pálnak a nevet. Ha kiejtem ezt a hangot, és azt mondom Pálosz, az mit jelent a latin műveltségben, de magyarra fordítva? Azt jelenti, hogy mocsár. Pálosz mocsár. Ez miért lehet érdekes számukra? Tudni kell, hogy Pálnak két névünnepe van az esztendő körös változás rendben. Kezdjük az eredetivel, a tényleges névünnepével. Ugyanis őt nem január 25-én ünnepelik név szerint, hanem majdnem átellenben. Ott az ikrek végén és a rák elején. Péterrel együtt. Vagyis Péterrel ikrekségben. Ez ugyanis a névünnepe. És ami majdnem szemben van, tehát ez az ikrek vége, én most így rajzolom, ikrek vége, de tulajdonképpen már a rákban van. De még az ikrek minőségét képviseli. Honnan lehet tudni? Hogy Péterrel van ikrekségben a saját névünnepe. Ráadásul, mint látható, neki magának is két névünnepe van, vagyis a névünnep mentén is egy ikresedést fogunk találni. Ami nagyon szépen mutat arra, ha mi saját csillagmitológiai hagyományunk logikáját követjük, hogy akár tetszik ez nekünk, akár nem, tényleg több lett dimenziót hoz be a földi létezésbe Pál. És ezért fog ikresedni. És hol lesz a másik ünnepe? Ez a fordulatának az ünnepe, ez lesz január 25-én. Milyen érdekes, mind a két közeg, ingoványos, mocsaras közeg. Az asztrálmitoszi játék szabályok értelmezése szerint. Itt is ingovány találunk, és ez a vízöntő közege. Ráadásul melyik ág, ami a halak fele ömlik. Tehát itt tényleg egy vizes, hullámzó, ingoványos közeget találunk. Vagyis Pálosz. És itt a rákban, hát tudjuk, hogy a három vízjel közül a rák a termékeny, ingoványos vizeknek, nádasoknak és mocsaraknak az állatövije. Vagyis itt is Pálosz találunk. És milyen érdekes, Pálosz istene. Hol van erőben? Vagyis Bál. A rákban. És hol van rejtett erőben? A vízöntőben. Vagyis le lehet tapogatni Pál hagyományát magyarul is, és égi logika szerint is, és lehet minősítgetni nem magyar hagyomány szerint is. És akkor kit fogunk látni? Szauluszt. Csak hogy itt nem Szaulusz van, hanem Paulusz. És ez a nagy fordulat. Olyannyira nagy fordulat, hogy alig látunk rá példát. De attól, hogy nincs rá példa,
és hogy ő előtte Szaulusz volt, attól ő még lehet hiteles. Hiszen rákerült a magyar szemkoronán. És azért a korintusiakhoz írt levele, gerince, az a szeretet himnusza, amelyben legyünk őszinték. Ennek a vallás alakulatnak az eszenciája hangzik el. Így van, vagy nem így van? Érdemes azért a képi üzenetét is itt fejtegetni. Most vissza lehetne arra térni, hogy azért az, hogy különböző betűalakokkal van írva, mást is jelenthet. Ugyanis akik a koronán vannak, már olyan minőségek, akikre nyugodtan lehet számítani. Azért lehet számítani, mert ők nem számtalanok, hanem számuk van. Szám annyit tesz, a teremtés rendjébe pontosan meghatározott helyük van. Nem is akárhol. És ha Pálnak száma van, az mennyi? Le kell olvasni. Hát ez latinul van írva, vagyis a római latin műveltségkör nyelvezetében. Akkor milyen számként kell adott szereplő számjegyeket elolvasni? Római számként. Hát ez nem túl bonyolult eddig. Mennyi lesz az ő száma? 55. Mindenki el tudja olvasni. Ott van az 50-es, vagy nincs? Ott van. Ott van az 5-ös, vagy nincs? Ott van. A többi betűt meg tudjuk feleltetni számjegynek? Nem. 55. Na most ezt kétfajta módon lehet értelmezni. Mert azt mondom, hogy 55. Vagy azt mondom, hogy kettő darab 5-ös áll egymás mellett. És az ikrekségről, az ikrek természetről az előbb már beszéltünk. Az 5-ös pedig melyik áll a többi egynek a száma? A halaknak. És ha ez a halaknak a száma, akkor melyik vallás alakulatnak a száma? Vagyis hol lehet rá igazán számítani? Milyen vallási keretek között lehet számítani? A kereszténység van. Hát ez most olyan meglepő volt, vagy csak nem akarnak aktivizálódni. Bizony a kereszténység keretei között lehet. Egy fundamentuma lesz a kereszténységnek, ezt még egyszer elmondom. Mert tudom, hogy bizonyos körökben éppen ezzel kapcsolatban szokták sározni Pált. Igenis, a kereszténység fundamentuma. Egyik fundamentuma. És ha összeadom a két ötöst, akkor lesz 10. És a 10 minek a száma? Annak a valakinek a száma, aki 9 után jön. És ki jön 9 után, mondjuk hónapban? Az áldott, aki közénk születik. Az örök gyermek. A teste töltött. Vagyis a megváltó. Az ő erejéről szól a tanítás. És akkor menjünk tovább a képi üzenet fejtegetésébe. Mert érdemes. Nézzük meg, hát a kezeknek van döntő jelentősége. Miért? Mert itt a cselekedetek számítanak. A cselekedetek mérődnek, hát ezt az ember nem tudja elégszer mondani. A cselekedetek mérődnek meg. Olyan időket élünk, hogy minden cselekedetünknek ma különös súlya van. Ezt ha az ember érzi és tudja, hogy ma már 5, meg 10, meg 15, meg 20 sorsot cipel a vállán egy maga, mert ilyen időket élünk, akkor gondoljunk bele a felelősségbe és a tettek megmérettetésébe, mert közel az idő. Vagyis nézzük a kezeket. Jellegzetes dolog a kézben. Ez egy könyv. A könyv az mit jelent a hagyományban? Könyv mindig a tudást jelenti a hagyományban. Mégpedig itt értelemszerűen egy magasabb tudást jelent. De ez a könyv csukva van. Viszont valamit vegyünk észre. A kerete ennek a könyvnek, ott, ahol a kéz tartózkodik, megszakad. Vagyis a lezárt tudás, más szóval a törvény, ott, ahol az apostol cselekedete a bal kéz mentén valósul, megszakad, érvénye szakad. Mit mondtam?
a törvénynek érvénye szakad. Miről van szó? Bejelentetett a kegyelem. Mert vagy törvényvilágban élünk, vagy kegyelemvilágban élünk. A kettő egyszerre nem megy. A törvényvilága a sok parancsolat világa. Igen, ám, de milyen új tartása van ennek a párnak? Ez megint döbbenetes. És ez miért döbbenetes? Mert ha keleten próbálunk meg tájékozódni, a keleti hagyomány vonulata, ez egy jellegzetes kéztartás. Mi fordul még elő? Hát mondjuk ez, ha a pantokrátort nézzük. Vagy, megmondom őszintén, álomban jelentkezett így be Urunk Jézus Krisztus, hogy itt tartotta a kezét. Én azért rendszeresen egyébként így szoktam tartani a kezemet. Nem azért, mert nem néztem meg alaposan a képet, és nem tudom, hogy így tartja, hanem azért, mert példának okáért, én ezt még nem nagyon mondtam, de eljött az idő. Nekem ezt mutatta. De ez a kéztartás. Milyen megvalósítási útnak a kéztartás? Mindenki tudja. Ez a jóga metafizika útjának a kéztartása. Ha úgy tetszik, a lélegzeten keresztül történő megvalósítás útjának a kéztartása. És hogyan tartja a másik kezét? Mert azt lehetne mondani, hát ez véletlen. Na de nézzük meg a jobb kezet. Milyen érdekes, hogyan úgy tartja. Sőt, van valami az ujjak között itt is. Mert bizony ott van. Ugyanaz a gyöngy, ami Jézus Krisztus Urunknak az így tartott ujjai között van. És vajon hol tett szert erre a tudásra? Mert ez fontos. A damaszkuszi úton. Mert ő addig Szaulusz volt. És hol fordult át? Pontosan ott. Igen ám, de a damaszkuszi út az egy földrajzi út. Vagyis csak egy térben értelmezhető út. És ez a megfordulás, amit végbe vitt. A görög szövegben egyébként milyen szót lehet ott olvasni, ahol Pál apostol megfordult? Nem azt a görög szót lehet olvasni, hogy ő ment a térben, ment a damaszkuszi úton, és térben megfordult. Hanem azt a szót lehet ott olvasni, hogy metanoia. A metanoia pedig nem térbeli megfordulás elsősorban, hanem például időbeli megfordulás. Nem olyan értelemben, hogy a tér másik arculatával állok szemben, vagyis a téridőben elvégzett fordulatnak most a másik aspektusáról beszélek, hanem időben fordult meg. És hol telik az idő fordítva? A tükörvilágban. Ugye érthető? Vagyis itt a tükrözés alapkérdéssé vált. Pál apostol legfőbb cselekedete kapcsán. És ha én megfordulok az időben, és most csak a történeti időt látom, kit fogok meglátni? Mondjuk eddig Jahvét láttam, mert Szaulusz voltam. És kit fogok meglátni? Történeti időt tekintve is, az ősibb világban, és üttörténeti idő szerint is az ősibb világban, az ősibb istenek világában. Bált. Igen ám, de Bálnak milyen nevei vannak még az üttörténeti hagyományban? Nimród és Damaszek. Mondjuk Damaszeket latinul. Segítek. Damaszkusz. Damaszkuszi út tehát mit jelent? Egy mágikus útvonalat. Egy olyan mágikus útvonalat, amelyen végre lehet hajtani az idő megfordítását. Ebben kulcs a tükör.
és akkor meg fogom látni tényleg Damaszeket, vagyis Damaszkuszt, vagyis Nimrodot, vagyis Bált. És az ő beavatásáról fogok innentől fogva beszélni. És arról a kérdésről, hogy hogyan kapcsolódik a kereszténység Nimrodhoz, a mágus valláshoz, Damaszekhez, a magyarok ősatjához. Mert innentől fogva erről kell beszélni. És ez bizony a Szent Korona tanúsága szerint is, és a történet tanúsága szerint is Pálon keresztül érkezik. De van, amire még fölhívja a figyelmet, ezért ebbe a karttartásba vagy kéztartásba menjünk egy picit bele. Tisztában vagyunk-e azzal, hogy az ujjak mit jelentenek a karunk végén? Maga a kar, az mondtuk, a cselekedet, az aktivitás, a megvalósítás, mégpedig a szeretet útja. Na de mit jelentenek az ujjak? Hát induljunk ki a nevéből. A megújulásnak a kulcsai. Azért hívják újnak, mert ezen keresztül lehet megújulni. Mint ahogy a fogak a fogékonysággal vannak kapcsolatban. Na most miért van öt új? Nyilvánvalóan azért, mert itt valamiért nagyon fontos hangsúlyozni az elemi világot. Persze, hogy fontos. A cselekedetek hol bontakoznak ki? A formák és az elemek világában. Na most forma nagyon sok van, de azt ne várjuk el a teremtőtől, hogy végtelen újat teremtsen a kezünkre. Hát elég furcsán néznénk ki, ha minden formához, a formák változékonysága az adott volna egy újat. És különben is sokkal hatékonyabbak vagyunk, különösen egy táltos, akinek hat ujja van, sokkal hatékonyabb, az elemek szintjén tud cselekedni. És az elemek szintjén tudja felszabadítani az elemek végső lényegét, a fényt. Hogyan vannak az elemek az ujjainkon? Azért ezekre az állatövényekre még vissza fogunk térni. Most nem táltos ujjat rajzoltam. Ott lehet egyébként tudni, hogy a hatodik új mit képvisel. A hatodik elemet. Mert a magyar hagyomány ismeri ezt a bizonyos hatodik elemet, ez a nulladik elem, a szusz vagy szösz. Ő kicsoda lesz. A bolygó minőséget feleltetek meg neki, akkor ő a Vénusz lesz. De ebből még nem tudom az elemet. De menjünk most végig a bolygó sorrendjére. Mi lesz a következő új? Tudni, értenünk kell a új tartást, ugye világos? Ő lesz a Jupiter. Hát őróla már az előbb volt szó. Vagyis már ezen a szinten beszédes nekünk, hogy a Vénuszt összekapcsolom a Jupiterrel. A szerelem csillagot, a magyarok csillagával. A következő lesz a Szaturnusz. A következő lesz a Nap. És még egy bolygó minőséget megidézzünk, a Merkurt, a kisúr, egyébként a legmozgékonyabb. Aki zongorázni tanul, tudja, ő a legficánkolósabb. Na de még mindig nem ismerjük az elemeket. Milyen elemeket rendeljünk ezekhez a bolygó minőségekhez? Most itt egészen megdöbbentő képlet áll elő. Ugyanis ehhez már a rejteki csillagmitológiai hagyományra van szükség, amelyik ismeri nem csak az erőben léteket, hanem a rejtett erőben léteket. Tehát itt tényleg rejteki tudást tételeződik fel a kéz ujjai. A megújuláshoz rejteki tudás kell. Hol van a Vénusz rejtett erőben? Pedig ez alapvető dolog ám nekünk, akik hunor és magor nyomdokain járunk, és éppen rejteki erőből táplálkozva tudjuk egymás nemesítését bevégezni. Vagyis az ikrekben. Ha én pedig azt mondom, hogy ikrek, akkor milyen elemi minőséget idéztem meg vele? Na nem a nyugati hagyomány vonulatát.
szerintem még csak nem is a keleti hagyományban voltak, hanem a Manicheus és a Szkíta ősbölcsesség leszármazási vonulatán. Ikrek, nyilas, ott van egy nagyon fontos folyam. Ez a tejútnak a folyama. És a tejút folyamhoz milyen elem társul? Az élet. Ha én ezt az ujjamat mutogatom, vagy így, mint ahogy a Cézár, hát miről szól ez? Életben marad, vagy nem marad életben? Hát miért mutogatta ezzel az ujjával? Miért nem ezzel mutogatta? Vagy horrible dictum, mert ezt manapság nagyon csúnyának mutogatja. Na, nem is mutatom, tehát ezt nem szabad. Tehát jegyezzük meg, ez az élet. Az életet tudom megújítani. Az életet tudom megújítani. Jupiter, hol van rejtett erőben? Vízöntőben. Ha pedig vízöntő, ez a Manicheus és a Szkíta ősbölcsesség leszármazási vonalán, milyen elemminőségnek felel meg? Levegő. Na most, a jóga milyen megvalósítási út? A lélegzés, vagyis a levegő megvalósítás, a levegő nyomán haladó megvalósítási út. Vagyis miért ezt a két ujjat kapcsolom össze a jóga metafizikájában alkalmazott testtartásban, az ujjakat illetve? Mert elmondom szimbolikus úton, hogy én ezt az utat járom. Milyen érdekes, gondoltuk volna Pál apostol, hogy kapcsolatba hozhat a jóga metafizikájában? Hát ha sarat dobálunk rá, és folyton a Saulus képletet ismételjük, akkor nem. Ő kicsoda lesz? Tudni kell, hogy hol van rejtett erőben. A Skorpióban. A Skorpió a misztikus halálnak a jelképe, és áll a többi jegye. Az alvilág bejáratát őrzi. Együtt a kínyóval. Mitől lett olyan szilárd jegy ez a Skorpió? A szilárd kereszt egyik szár végén van, szemben a bikával. Ugyanolyan szilárd, mint a bika. Tudjuk, hogy a bika milyen szilárd? Hát nagyon-nagyon szilárd. Na most akkor ehhez képest a Skorpió ugyanilyen szilárd. Mitől lett ilyen szilárd? Attól, hogy ebben a hagyományban a Földhöz, a sötétséghez tartozik. Vagyis itt lesz a Földelem. Hát haladjunk gyorsan végig, mi lesz a napocska? Hát csak is a tűzelem. Itt azért nagyon sok választás nincs. Itt nincs rejtett erőlét. Ugyanis a fő világítóval állunk szemben. Itt nincs rejtett erőlét. A nap nem rejtőzködik. A nap mindig az igazságot sugározza. És mindig a fényt sugározza. Hol lesz erőben? A kosban. Ez bizony ebben a hagyomány gondolatban is tűzje. És van még egy Merkúrunk. Ő pedig a szűzben lesz. Erőben. És a szűz ebben a hagyományvonulatban milyen minőséghez tartozál a többiek? Víz. Egyetlen egy olyan rendszer van még, ahol hasonlóképpen lehet szétosztani az elemi minőségeket, hasonló logika mentén, ugyanebben a hagyományvonulatban a bolygók rejteki erőnléte és erőnléte által. Tudják, hogy melyik ez? Egész közvetlen kapcsolatban van egyébként ezzel az öt ujjal. Ez az úgynevezett fekete pentatónia a zongora klaviatúrája. Fekete pentatónia. Ugyanezen logika szerint működik. Na most akkor nézzük még egyszer. Ez a levegő útja. Mi lesz ez? Mert hogy Jézus Krisztus itt tartja a gyöngyöt az ujjai között a Pantokrátor képet. Na, és élet. Élet. És világosság. Én vagyok a világ világossága, de én vagyok az élet is, vagyis az élő lélek is. És ha ez tűz, ez pedig az életeleme, akkor ez a tűzzel és szentlélekkel való keresztség valósulása. És ha tűzzel és szentlélekkel keresztelkedik valaki, akkor az ujjai között nem semmi lesz, nem egy gyöngy. Mert ha tűzzel és szentlélekkel keresztelkedik valaki, akkor ezzel tudja megvalósítani az örök test, a romlatlan test állapotát. Ez az üzenet. És mi lesz, ha itt tartja a kezét?
akkor ez pedig az az üzenet, amit úgy szoktak idézni, új föld és új égvész. Jártad. Az élet által. Na, valamire azért még fölhívja a figyelmet. Itt. Ez az új tartás tulajdonképpen erre mutat rá. Fölhívja a figyelmet. Micsoda ez? Miért van hangsúlyozva? A ruha miatt van hangsúlyozva ez a pont? Vegyük észre, ez fehér fénnyel telített. Ez a rombuszka. Fehér fénnyel telített. Mi van itt? Hát akkor mi együnk el az emberi anatómiában? A kérdés tehát úgy hangzik, mi van itt? A szegcsont és alatta a csecsemő. Hogy hívják a szegcsontot anatómiában latinul? Sternum. Azért ezzel a templommal tisztában kéne legyünk, és ennek a templomnak a működésével. Már csak azért, mert a kérdés ide kívánkozik. Hogyan fogjuk 3 nap alatt újjáépíteni? Ha azt se tudjuk, hogy működik. Hogyan fogjuk? Hát ez a tanítás eszenciája. Nekünk ezt a templomot 3 nap alatt, ez képletes idő. 3 nap alatt újjá kell építeni. Hogy ez pontosan mennyi történeti idő erre a nemzetre szabottan, ezt azért lehet sejtegetni. Mert hol kezdődik a 3 nap? A mi számunkra. Most konkrétan, történeti értelemben. Hunyadi Mátyás koronázásával. Miért? Mert nagy pénteken koronázták meg. Sternum annyit jelent, sugárzó. Itt valami sugároz. Sugározott valami? Meglehetősen nagy erővel. Mit sugároz? Fehér fényt. Na most, hogy hívják őt? Pál. Ha én ezt magyarul olvasom most már teljes név alapjában, hogy hangzik? Pálos. Van a pálosoknak köze a fehér fényhez? Milyen meglepő. Most valaki ellent mondhatna, na de ez nem az a Pál, tudjuk, hát ő Tébai Szent Pált választották szellemi ősként. Válasz? Nem erről beszélek. Ugye érti mindenki? Akinek füle van, az hallja. Na most mi van a szegcsont mögött? Ez a bizonyos csecsemőmirigy. Mit lehet tudni a csecsemőmirigy működéséről? Ez egy nagyon érdekes szervünk. Szeretném fölhívni rá a figyelmet. Nagyon érdekes szervünk. Már onnan lehet tudni, hogy nagyon érdekes szervünk, hogy serdülőkorban éri el fejlettségének legmagasabb fokát, és onnantól fogva elsorvad. És felnőtt korunkra teljesen elsorvad. Ez miért érdekes? Mert egyrészt lehet tűnni, hogy milyen bolygó minőséget lehet hozzákapcsolni. Elég a nevéből kiindulni. Latin neve, Timus. Az melyik bolygó minőséggel áll kapcsolatban? Ugyanazzal, amit a görögök meg Timosnak neveztek. És az melyik bolygó minőség? Hol képződik az akaraterő? Melyik életszakaszban? Hol robban ki? És hol támaszt hatalmas feszültségeket a szülőkkel és a környezettel? Majd szétveti a személyiséget. Hol? A kamaszkorban. Mit lehet még tudni erről a tímuszról? Vagyis erről a csecsemőmirigyről? Azért a neve is beszédes. Csecsemőmirigy. Milyen üzenet van itt Pál apostoluknak? Megszületett a megváltó. Megszületett. Közénk jött, testet öltött az ige, a szeretet. Először csecsemőként. Úgy néz ki, mint az agy. Két féltekéből áll, képzeljük el. És nagyon érdekes dolgokat szabályoz. Tőle függ ugyanis az immunrendszer.
tőle függ az immunrendszerben és a védekezés. Tudunk-e a külvilágban védekezni, vagy nem? De ennél még sokkal többet is csinál. Meghatározza a test méretét, nagyságát, vagyis az alakját, és a tartását. Na figyeljünk még tovább. Harmonizálja a két féltekét. Tőle függ, mint mirigytől, a jobb és a bal félteke harmonizáltsága. És ami egészen megdöbbentő, és kezd nagyon érdekessé válni a képlet, tulajdonképpen ez a mirigy felelős a láthatatlan erők érzékeléséért. Például a földsugárzások érzékeléséért. Sőt, minden jel szerint ez a mirigy szoros korrelációban van azzal a folyamattal, amit öregedésnek nevezünk, és mikor indul el? A kamaszkortól, vagyis a serdülőkortól. Vagyis kapcsolatban van ez a rejtélyes mirigy, amiről egyébként nagyon keveset tud az orvostudomány, a legkevesebbet a belső elválasztású mirigyek közül. Kapcsolatban van azzal a folyamattal, amely a halál és a halhatatlanság megmérődésének folyamata. Vagyis azzal a stációval, ahol eldől, melyik irányba megy tovább a létezés. A halál irányába, vagy a halhatatlanság irányába. Ennek egyébként első megmérődése, és ezért a halálba való beavatási ritusok kezdete, és melyik életszakasz? Mikor köszön be a halál először a tudatban? A kamaszkor idején. Mikor sarkal engem arra, hogy legyőzzem, vagyis megvalósítsam a halhatatlanságot ugyanebben az életszakaszban. És mi a kereszténység tanításának az eszenciája? A halhatatlanság megvalósításának, mint tanításnak a mindenki számára való hozzáférhetősége. Ez a lényeg. Mert mindenki számára hozzáférhet. Így is, így is, így is. És ennek az egyik kulcsa bizony. Itt van. Ezek nagy titkok ám, és ott vannak a képen. Még annyit a névünnepekről, hogy azért ez egy nagyon fontos tengelyt rajzol ki. Mármint a pálság, vagyis a válság tengelye. Azt mondtuk, hogy itt van rejtett erőben, vagyis itt a névügynök okán is, és a megidézett bolygó minőség okán is, mit kapunk vissza a vízöntőt. A másik pontban pedig egy kicsi csúszással ugye láttuk a rángot, de előlegeződik az igrekség is. Ha mi most tükrözésről beszélünk, mert erre vonatkozott a figyelmeztetés, tudni kell, hogy a Jupiter pontosan az a bolygó minőség, amelynek azonnal megkaptam a tükörképét. Melyik ez? Szó szerint megkaptam a tükörképét. Ez pedig a Szaturnusz. A vízöntő milyen közeg? És a mellette lévő halak milyen közeg? Mert hogy a halakat is megidézte Pálunk. Láttuk. Szaturnuszi közeg. És ahol már a színről színre látás lesz a meghatározó. Mert mondjuk a Szaturnusz számüzetésben lesz, az hol lesz? Az átellenes ponton. Egy valamit kell tudni. Ahogy ez rendhagyó módon működik, mert akkor most már a másik Szaturnuszi otthont is oda fogom rajzolni a vízöntő mellé, mert ő volt az egyik. Ahogy ez rendhagyó módon történik. Mint egy tükörképi módon viselkedve. Látjuk ezt a szakaszt. Hol van ez a tükörkép? A vízöntő ellentétes irányú ráömlésével tulajdonképpen egy tükrözési helyzet képződik. Ezt mindenki látja, ugye? Mert már mindenkinek a könyökén jön ki, de tényleg. Ez a vízöntő rejtélyének a működési lényege. Szemben ugyanígy rendellenességet fogunk tapasztalni. Csak nem ráhullámzás formájában, hanem furcsa átcsúszkálás és összevonódás formájában. Ez azt jelenti,
hogy a középső állatövijegynek, az oroszlánnak, ami a vízöntő szemben lévő pólusa, ennek az oroszlánnak a dekanátusai átcsúsznak a szomszédos állatövijegyekbe. És így tulajdonképpen mind a rákban, mind pedig a szűzben, ami meg Merkur, láttuk. Nagyon fontos lesz ebben a képletben a Merkur. Az ő dekanátusai átcsúszkálva végig az oroszlánt fogják adni. Vagyis a szűzben is találkozni fogunk az oroszlán tulajdonságokkal, az oroszlánban is fogunk találkozni az oroszlán tulajdonságokkal értelmszerűen, és a rákban is fogunk találkozni az oroszlán tulajdonságokkal. Ugyanis ami itt idő rövidülés volt, az itt idő megnyúlásként fog valósulni. Ezzel viszont egy nagyon fontos tengelyt képeztünk le. Milyen tengely? És ez a királyságnak a kulcstengelye. Itt ölt testet a királyság, nem a király, a királyság. Itt pedig működtettetik a hétköznapokban a királyság. Ez a kettő egymást feltételezi. Ha rossz a működtetés, vagy nincs működtetés, akkor nincs királyság. És viszont, milyen királyságról beszélünk? A szakrális királyságról beszélünk, mert ennek a működési kulcsa ez a tengely. Vagyis a pálság voltaképpen ugyanezt tapogatja le. Tudni kell, hogy a koronakutatásban volt egy olyan irányzat, volt egy olyan vonulat, ahol a zománc képeket funkcionálisan is vizsgálták. Mégpedig akik ezt a vizsgálatot elvégezték, neurológusok voltak, egészen pontosan agykutatók voltak, az agy neurológiájával foglalkoztak. Az alapötletet tudva lévén Szent Ágota János vetette föl, aki amikor ránézett a korona szerkezetére, ez bátorkodott összehasonlítani, analógiába állítani az elektroenkefalográfos vizsgálatok során alkalmazott kerettel. Mert hogy olyan embereknél, akik saját magukban tennének kárt, vagy azért, mert olyan súlyos idegbetegek már, vagy pedig azért, mert nagyon fiatalok még, és nem viselik el a vizsgálatot, nem közvetlenül a fejbőrre szokták helyezni az elektródákat, hanem egy keretszerkezetbe illesztik be, hogy ne tudják azt ugye letépni. És ezt a keretszerkezetet, aminek maga a formai váza, az megegyezik a magyar szent koronáival, illesztik rá a fejre. És ezen ötlet kapcsán a neurológusok megvizsgálták, hogy a korona egyes pontjai, a zománc képek, mert elsődleges módon ők hordozzák az üzenetet, vagyis funkcionális szerepük elsőrendű módon nekik van, milyen nagy területeket érintenek. Ezt nagyon szépen meg lehet nézni. Vagyis a merőleges vetülete az adott képnek, milyen nagy területtel áll kapcsolatban. És a következő derült ki. Három képet kivéve, mondja a tanulmány, az összes többi zománc kép, tehát a felső apostolképek és az alsó szentek képei olyan agyterületeket érintenek a merőleges vetületükkel, amely agyterület ugyanazt a cselekvést programozza, amelyről az adott szent elhíresült az élete során. Akkor nézzük meg, mi a helyzet, ha apostol, vagy Pál apostol itt van, és nézzük meg, mi a helyzet, ha valahol máshol. Mondjuk ott, ahova Gordola János kutató eredetileg tette volna. Nézzük meg először is, mert elhoztam ezt a bizonyos kutatási eredményt, a róla készült jelentést pontosabban. Nézzük meg először, mit kapunk abban az esetben, ha Pál apostol képe ott van, ahol ma látható. Ez milyen funkciónak felel meg, és milyen agyi területnek felel meg. Pál. Harcos. Ez még rendben van, ugyanis tudjuk, hogy tényleg harcos tevékenységet folytatunk. Logikus. Hát az előbb idéztük a korintusiakhoz írt szeretet himnusz. Hát ha valami nem logikus, akkor a szeretet himnusz nem logikus. Alkotó. Hát ez még belefér. De a következő minősítés megint nem. Racionális. Ezt a minősítést megint nagyon nehezen lehet ráhúzni. Pálra. Vagyis a neki megfelelő funkció, manualizáció, kreativitás és racionalitás. Nézzük meg ezzel szemben a csecsemő mirénynél felsorolt funkciók okán
hogy mi lenne akkor, ha oda kerülne Pál apostol képe, ahol maga Borbola János is feltételezi, hogy volt, vagyis András apostol képének a helyére. Nem is kell lapozzak, mert ugyanezen a lapon a jelentésben el tudom olvasni Andrást. Tehát emlékezzünk, mit mondtunk a csecsemőmirigy funkcióiról, amire Pál rámutat az ujjával, voltak éppen. Ezzel a nagyon jellegzetes, még azért egy dolgot el lehetett volna mondani. Ha ez egy útvonal, akkor ez a pont, melyik útvonalnak egy sarkalatos pontja? Hát ez pont a levegő áramlásának az útja. Mert itt van a lépcső, de még valaminek az útja. Éppen annak az erőnek, amivel maga a jóga metafizikája is dolgozik. Ugyanis a lélegzettel, a lélegzett meghatározott technikájával, a lélegzetvételnek a meghatározott technikájával, ő voltak éppen milyen erőt működtet? Ezt nevezik Sushumnának. Mi ez? Ez a gerinc belő két oldalán fölfelé tartó erő áramlat. Nevezik kundalininek is, vagy egész egyszerűen kígyó energiának. Hogy mi köze ehhez a kígyóhoz, Pál apostolnak és a tükörnek, ezt fogjuk a következőben látni. Tehát voltak éppen erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Egy alapvető megvalósítási tendenciára. Mert amikor megvalósítjuk a halhatatlanság, a romlatlan test valóságát, voltak éppen ezekkel a kígyóerőkkel dolgozunk. És ennek az útjába esik ez az átfényesített pont. Ennek egy nagyon fontos, sarkalatos pontja, hiszen ez az első olyan pont, ahonnan ez az erő már megemelten, vagyis az öröktest megvalósítását szolgálva tud szétsugározni. Sternum sugárzó, csecsemőmirigy a halál és a halhatatlanság küzdelmének fészke. És mi van még ott nagyon közel hozzájuk, mert voltak éppen ez működteti mindkettő? Maga a szív. Vagyis a szeretet. Vagyis itt a szeretet parancsának metafizikai megvalósítása van. Ezt mondja el nekünk Pál apostol, és nézzük, mi lenne, ha András helyen lenne. Átkapcsolási központok. Ez mi? A neurológiai rendszer átkapcsol endokrin rendszerbe. Az endokrin rendszer átkapcsol vegetatív rendszerbe. Miről beszéltük? Pontosan ezt hangolja össze a csecsemőmirigy. Folytatom. Vegetatív és akarattól független mozgások összerendezése és idegi szabályozása. Erről beszéltünk? Pontosan erről beszéltünk. Helyére került Pál? Ez nem azt jelenti, hogy ahol most van, az rossz hely. Félreértés ne essék. Hanem azt jelenti, hogy itt is lehet, és ott is lehet. És ha megváltozik a helyzet, bizony át kell a koronát kódolni. És hogy lehet átkódolni? Mondjuk úgy, hogy átcserélem az apostolképeket. Nem azért, mert rosszat akarok, hanem azért, mert most a működést módosítani akarom. Mert megváltozott a helyzet. Tehát meg kell változtatni a működésnek, az erőnek az aspektusát, a megnyilvánulását. Vagyis bizony könnyen lehet, hogy igaza lehet Borbola Jánosnak. Az apostol képet cseréjét illetően. Na akkor most adjuk el ezt a szépséges képet, mert bevallom őszintén, ennyiből már kiderült, az egyik kedvenc képem a magyar szentkoronában. Ilyenkor szoktak megkövezni bizonyos körökben tényleg. Tehát tudják, ezek a rossz értelemben vett magyarkodó körök, akik csak Saulus nézik. És voltak éppen nem is érdekli őket, hogy kik vannak a Szent Koronában. Mert ez az igazság. Hát voltak éppen, akkor itt kit látok? Összegezve elmondhatjuk, hogy amiről eddig beszéltünk, őt láthatjuk. Mert ki az, akit megjelenik? Nézőpont kérdése. Lehet erről közelíteni? Lehet erről közelíteni. Sőt, a magyar Szent Korona megengedi, hogy nem csak a jobbja felől lehet közelíteni, és a balja felől lehet közelíteni. Egyébként ez egy kitüntetett hely. Tehát szívem szerint én most itt maradnék. Mert ha innen közelítek, akkor én az atyát látom.
és én éppen ebben a pillanatban az atya jobbján vagyok. Lehetek az atya balján is, de lehetek az atya mögött is. Mondjuk az Isten háta mögött. Azért ezek beszédesek. És lehetek a Teremtő Isten előtt is. Nagyon érdekes mind a négy helyzet, nem? De ez csak az egyik oldal. Mert ez már bizony tükrözés. Tehát én föntről is közelíthetek, és akkor az atyát látom. Vagy közelíthetek lentről a változó világ irányából. Az előbbi a változatlan világ irányából történő megközelítés volt. És akkor kit fogok látni? A fiút. És akkor most mi az igazság? Az atya van itt, vagy a fiú? Mind a kettő. De ha ketté választom, akkor viszont erről a bizonyos tükrözésről fog végigbeszélni. Ami az egész pári életműnek látszik, tényleg egy sarkalatos pontja. Már csak azért, mert ő is megfordult, mint láttam. És elindult a saját útjába. Erre azt szokták mondani, azért van itt mindkettő, mert ő volt a képen tényleg az atya. Ezt honnan lehet tudni? Hát most csomó ismert tétel következik. Jobbján van a világosság, balján van a sötétség jelképe. Ki az, aki szétválasztja a világosságot a sötétségtől? A Teremtő Atya. Vagyis itt a Teremtő Atyát látjuk. Illetve nem látjuk, mert természetes helyzetében nem lehet látni ezt a képet. Mert kimerészel annyi bátorságot összeszedni, hogy a Szent Korona fölé nézze senki, halandó ember. Tehát őt nem lehet látni. Ha mégis valaki megnézi, ugye a fiút látja. Na de ha én a fiú felől közelítek, mert hogy az atya a fiú képét hordozza. Az atya ugyanúgy hordozza a fiú képét, ahogy mondjuk a ló hordozza a lovasát. Igen ám, de ki a ló? Hát az áldozat. Magyar hagyomány nyelvén ezt így mondjuk. A ló nem az áldozat? De. És ki az áldozó? A lovas. Akinek füle van, az hallja. Egyébként mit csinál ez a lovas? Rendszeresen megfordul. És nyilasz. Igen, ám, de Szántailól is el szoktam mondani, a nyilazás az micsoda? Az egyszerre harc, és egyszerre beavatás. Miért? Mert egy utat tételez. Milyen utat? A buddhizmusban ezt nevezik a nyíl és az ijösvénynek. Ez egy meditációs, vagyis egy megvalósítás. Vagyis van egy papírus, ahogy tetszik, és van egy harcos út. De egyben. Na most, ha erről jövünk, vagyis a formák változó világa felől, akkor kit látok? Hát nem véletlenül került a koronára. Nem csak azért került ez a kép a koronára, mert a Teremtő Istent ábrázolja, hanem azért, mert úgy ábrázolja a Teremtő Istent, hogy még valakit ábrázol. És most nem a fiúra gondolok, persze a fiút, hanem a világkirályt. A világkirály attól világkirály, hogy a Teremtőt képviseli a világban. A világkirály attól világkirály, hogy a világ fölött uralkodik. A világkirály attól világkirály, hogy ahhoz, hogy király legyen, elindul világot látni. Mi történik Jézus Krisztussal 12 éves korától 33 éves koráig? Miért nincs leírva az evangéliumi hagyományban semmi róla? Mert ő 12 éves korában elindult országot, világot látni. Vagyis elvesztjük a nyomát. Mert voltak éppen milyen irányba indultál? Amilyen irányban nyilazás is történik. Na most ez látszólag csak befelé irányul. De egyszer irányul befelé és kifelé. Mert ez egy tükörhelyzet. De ezt a tükörhelyzetet föl lehet számolni.
És az egész Páli út voltak éppen erről szól. Hogyan tudom ezt a tükörhelyzetet felszámolni? Ez a királyi beavatás teste töltése. Ezért lett a királyi beavatás eszköze. És ezért lett a szakrális királyság működésének letéteményese. És mi működteti a magyar szent koronát? Milyen erő jön itt le? Hő. Milyen hő? Celsius skálán, higanyos hőmérővel mérhető hő? Vagy Kelvin skálán mérhető hő? Nem. Milyen hő? Belső hő. Ennek pedig melyik a bolygója? Kár, hogy letörölte. A Mars. Na ezért kezdünk Marosváron egyébként. Mert Marosvár ennek a földi helyszíne a Kárpát-medencében. És tényleg ez az ajtó. Ez itt egy ajtó. Na kezdjük akkor az elejét. Egyébként benne van a szóban. A tükörnek nem az a lényege, hogy visszatükröz. Hanem az, hogy azért tükröz vissza, hogy valamit eltakarjon. Ugyanis a tükör takar. Vagyis a valóságot ketté osztja, egy láthatatlanra és egy láthatóra, amit megsokszoroz. A valóságot ketté választja. Vagyis föl kell tennünk a kérdést, ez a tükrözés mire vonatkozik? Milyen értelmet tulajdonítsunk a tükrözésnek? Ki az, aki tükröz? És mi az, amit tükröz? Vagyis ki a tükröző, és hol a tükrözés? Mit lehet tükrözni? Hát mindenek előtt a fényt. Ugye? Nem fizikai értelemben gondoltam, jelképes értelemben beszélek. Akinek füle van, az hallja. Tehát ez most nem fizikai előadás, ez a tükör nem fizikai tükör, ez a tükör általános tükör, egyetemes tükör. Vonatkozik minden olyan tendenciára, ami a tükrözéssel kapcsolatos. A teremtés, vagyis a kezdete a teremtésnek, az egy nagyon fontos, eszenciális állapot, vagyis a pont. Erre a pontra azt szokták mondani a matematikusok, hogy ez voltak éppen a nagy semmi. És ennek nyomán azt lehetne mondani, hogy akkor voltak éppen a teremtés a semmiből történt. Persze ez így nem igaz. Pontosabban, akinek füle van, az hallja, ez a teremtésnek csak az egyik aspektusa. Tudni kell, hogy ez a pont, amit megidéztünk, ez maga a teljesség. Vagyis nem a semmi, éppen, hogy nem a semmi, hanem a teljesség. Egészen pontosan úgy a semmi, hogy a teljesség, és úgy a teljesség, hogy a semmi. És most ez az út, amit bejárunk, ez nem csak hozzánk vezet, hanem tőlünk vezet visszafelé is. Vagyis ez az út, ami most megjelenik, ez a mi útunk visszafelé. Ez az út, ami most megjelenik, ez az a megvalósítási út, amelyre mindenkinek rá kell lépni. Ezt nem lehet megkerülni. Ugyanis a nemzet megmentése és rajta keresztül az emberiség megmentése ezen az úton kivitelezhető. Ez nem könnyű út. És ez egy harcos út. Ezt az utat végig kell harcolni. De van egy jó hírem, erre mindenki alkalmas. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy nem. Viszont van egy kulcsa a dolognak. Akarni kell. A kulcsa a dolognak az akaraterő. A kulcsa a dolognak a Mars. Hogy tudok végtelen pontot rajzolni? Így. Innentől kezdve minden, amit megidézünk, képjel. Minden, amit megidézünk, egyszerre üttörténeti, egyszerre nyelvi, szemantikai, grammatikai,
egyszerre testi, fizikai, materiális, és egyszerre kozmikus valóság. Ezek a dolgok nem állnak külön. Aki külön gondolkozik ezekről, az részben gondolkozik. Aki részben gondolkozik, nem a megvalósítás útját járja. Egy hagyomány vonulatnak a hitelessége egyetlen egy szempont alapján dönthető el. A teljességet célozza meg, vagy nem a teljességet. Ami nem a teljességet, azzal nincs dolga ennek a nemzetnek. Nincs. Hogyan keletkezett ez a sok pont? És ebből megint sok pont. Tudnélek, itt még nincs forma. Pontosabban az első forma van, az ősforma. A mindent szülő ősforma. A világ ősformája. A világ szűzi ősformája. Nincs még kettő. Nehogy azt gondoljuk, hogy van már kettő. Nincs kettő. Itt voltak éppen egy van. Mert ez és ez egy lényegű. És mind a kettő, mert mutatja a kép, hogy milyen lényegű. Ugyanis ez a fénynek a jelképe. Ezért aztán a napnak is a jelképe. Vagyis a teremtés már a kezdet-kezdetén voltak éppen. Rámutat arra, hogy mi a cél. A világosság. A világ maga világosság. Ez a világ csigája. Vagyis még egyszer mondom, szűzi ősképe, de nincs még nő, nincs még férfi, nincs még fent, nincs még lent, nincs még jobb oldal, nincs még bal oldal. Nincs ég, és nincs föld, és nincsenek elemek. De benne rejtetten már minden benne van. Ha pedig ez hullám, és a dolgok nem állnak külön, akkor ez mind újabb hullámok kiinduló pontja. El tudjuk képzelni. Hogy ne legyen zavaró, én nem rajzolom tovább. Visszatérek az ősi formához, az egyhez. Ezért, ha az emberre vonatkoztatjuk ezt az utat, ezt a tanítást, vagyis az újrateremtésre vonatkoztatjuk, ugyanis az embert újra kell teremteni. Azért, mert ebben a helyzetében nincs törvényes állapotban. Mindig várjuk azt a bizonyost. Egyre többen vagyunk, és egyre többen várjuk. De csak nem teljesül. Folyton elodázódik. Folyton az időben előrelép. És mi soha nem érjük utol. Mert nincs az ember az eredeti helyzetében. Ahhoz, hogy az eredeti helyzetébe kerüljön, szét kell törni a tükröt. Vagy van egy másik lehetőség, áttetszővé kell tenni. Ez a két utat. Na, hogyan tovább? Így is rajzolhatom, van egy hullám. Vagy ha be akarom rajzolni, van egy hullám. Ebben egyébként már látens módon, rejtett módon ott van a kettősség, látjuk. A fönt és a lent kettőssége. Magyar tányérokon. Ez a keretminta. Működésében mutatja. Ugyanezt. Ez a világosság működése. Amiben már rejteki módon ott van a kettősség, de még nem valósult. Mert ami a tányéron van, az még nem valósult. Ebben, mint egy buróba. Valami belenő. Akinek füle van, hallja. Akinek szeme van a látásra, látja. Mert ami ebből így keletkezett, az kisugárzott onnan. Még rejtett módon. Vagyis nem nyilvánult meg a fény. De már fény természetű. Ahhoz, hogy megnyilvánuljon, oda bele, ebbe a buromba, ahogy tetszik, ebbe az áldott ölbe. A világ szűzi ősformájába. Bele kell nőnie valaminek. Ami saját maga által nő oda bele, vagyis kisugárzás által. Érthető ez?
ráadásul két felé nő. Mert kifele is árad, és befele is árad. Ha kifele árad, és befele is árad, ha ezt rajzolom először külön. Istent, magyar műveltség egyik alapjele? Magyar műveltség egyik alapjele. Befele is nő, mert ami kifele nő, az befele nő. Mert még fedésben van. Abban a tudatkordozóban van, ami még egy lényegű vele. Esendő a megfogalmazás, amit használunk, pedig magyar nyelven tesszük. De még így is esendő, ugyanis nincs még tér és nincs még idő. Ez a befele nő is. De a kettő egyszerre történik, mert fedésben van. Úgyhogy a legegyszerűbb, ha így rajzolom. És ebben mind a kettő benne van. Ezt le akarom egyszerűsíteni. Aki ezt megidézi, vigyázzon, teremt. Mert a teremtés útját járja. Aki ezt megidézi, még egyszer mondom, újra teremtheti a világot. Aki ezt megidézi, újra teremti a világot. A magyar szent korona újra teremti a világot. Nem veszik komolyan. Csak a magyar szent koronával teremthetjük újra a világot. Ezért akarják eltávolítani most. Nem a pénz miatt, amit kaphatnak érte, hogy ne itt működjön. Ugyanis a magyar szent korona irdatlan erővel működik most már. Ebben az évben irdatlan erővel működik már. Olyan erővel, hogy alig lehet előtte megállni. És ezt ők is tudják, ezért el akarják távolítani. Csak mi alszunk még mindig. Jézus Krisztus legnagyobb problémája az apostolokkal pontosan ez volt. Már megint alszotok? Mit parancsoltam nektek? Imádkozzatok és virrasszatok. Virrasszatok. Ami nem azt jelenti, hogy az éjszakát ébren töltöm, hanem azt jelenti, hogy az éjszakát éberen töltöm. Nekünk ébereknek kell lenni. Nappal és éjszaka. Éjszaka és nappal. És tudni kell hátrafele nyilazni. Mert a sötétség sohasem repül olyan gyorsan, mint a világosság. Ezért a világosságnak, hogy harcolni tudjon a sötétség ellen, hátraharcot kell tennie. Akkor tudja a világosság magját belelőni a sötétség szívébe. Nézzük a nyelvi utat. Mit csinál a tükrözés? Nézzük a vizuális utat. Volt egy hullám. Mi lett belőle? Álló hullám. Azt tudjuk, hogy minden, amit magunk körül látunk, álló hullám? Azt tudjuk, hogy a valóságban ilyen, hogy tömeg nincs is. Csak olyan a hullámhoz, hogy tömegként érzékeljük. Akinek füle van, az hallja. Én nem a fizikai pontosságra törekszem most a megfogalmazásban, mert nem vagyok fizikus. Nem is akarok az lenni. Sok középpontra. Ezek hamis középpontok. Mert középpont egy van. Az övé. Ez már a visszatükrözés. És a tükör másik oldalán? Most megint jöhetne a kötekedő hang. Na de hát egy tükör az egyik oldalán van foncsorozva. Én nem erről beszélek. Mondd ugyanezt. Sok közlek. Miben van különbség? Az irányban. Ugyanis ezek a hullámok mit hoznak létre? Na most jön a fizika. A téridő. Ezek a téridő. Mi a különbség a kettő között? De erre halad az idő, vagyis pozitív. Még erre halad az idő, vagyis negatív. Mit hoztunk létre? Ez a világ. Ez pedig a túlvilág, vagyis a tükörvilág. Így keletkezik a kettő.
Igen ám, de mit jelent, ha egy pálapostól megfordul az időben? Mit jelent? Ezt. Na, itt álljunk. És ennek az egésznek ki a forrása? Damaszkuszi út. Egyébként vallástörténeti adalék. Kiket neveztek damaszkuszi közösségnek, tudják? Megvannak a forrásaink, Josephus Flavius. Hát őt se lehet szeretni, mert zsidó történetű. Jó, akkor Plinius. Filó. Ő se jó. Eusebius. Karaita szerzők. Hát velük is baj van, mert zsidó. Mit írnak? Akik esszénusokként ismertek. Hívták magukat úgy, a világosság fiait. Vagy úgy, damaszkuszi közösség. Egyébként a felkelő naphoz imádkoztak. Fehér ruhában jártak, és szertartásaik középpontjában egy furcsa kehelynek a tisztelete. Ebből a kehelyből vérrel elegy bort ittak. Felettébb érdekes. Majd az egyesítő vacsorán megtörték a kenyeret. Essénos, Essaoi, ez ugyanis a gyökel görög. Mit jelent? Mag. És hozzáteszik a források. Ezt a szektát még úgy is hívták, hogy Magari vagy Magaria. Ami ma úgy hangzana, Nazaréti. Mert a Nazarét név írja. Albright. Eredetileg Magari volt. Magarét pontosan. Ez lett bibliai elfelejtéssel Nazaré. Na hát ennyit a vallás történeti háttér. Csak a damaszkuszi út miatt mondtam. Nézzük a nyelvi utat. Egyébként itt a kígyó. Hogy ismertek? Rögtön van két fa, és rögtön van két kígyó. A jó és a rossz tudásának a fája. A világosság és a sötétség külön tudásának a fája. Ahol már nem egy van, már kettő van. És szétválasztva. Egyszer egy világos, egyszer egy sötét. Egyszer egy világos, egyszer egy sötét. Egyszer egy állapot, egyszer egy folyamat. Egyszer egy férfi, egyszer egy nő. Egyszer egy nappal, egyszer egy éjszaka. Egyszer egy nyár, egyszer egy tél. A végtelenség. Itt kezdnek a ciklusok. A ciklusok száma pedig 7. A Föld 7 arca, a Teremtés 7 napja, a 7 kontinens, nem földrajzról beszélek. Aki ismeri a mitikus hagyományt, tudja. Puránákban például nagyon szépen emel. Vagy a tibeti hagyományban. Nézzük a nyelvi univerzumot. Lesz, ez ketté válik. Kaptunk két jelet. Mindkettő a befúvó hangzó kategória alapjelet. Benne volt ebben? Benne. Csak egyesítve. Mi a különbség? A befúvó hangzó kategória, vagy búvó hangzó kategória vízelemnek felel meg. Ez a felső víz, ez pedig az alsó víz. Hőség, ősmeg és ősföld, még amikor víz. Majd aztán ebből az ősvízből egy tükrözéssel, egy tükörállapottal egyszer csak felbukkan az ősföld, az első ősföld, az első sziget, az első halom, az első kontinens. Ez melyik hangzó kategóriának a jár? Néma. Azt is mondhatnánk, hogy menj. Az égi csecs, szokta Jóska bácsi mondani. Földi menj. Ugyanaz a hangzó kategória. A föld, az ősföld. A földi halom. Minden halom az ősföldet idézi meg. Minden halom az újrakezdés lehetőségét idézi meg.
Ezért fontos nekünk a halmok működtetése. Ott tudjuk újra kezdeni. Kőtemplomban nem lehet újra kezdeni. Illetve újra lehet kezdeni a ciklusokat. Akinek füle van, az hallja. Tessék mondani, ki merészelte lecserélni a kenyeret ostjára? A kenyérben kovász van. Az ostja kovásztalan. Az ősvíz, amiben Isten belelehelte a lelkét. Ezért milyenné vált? Kaptunk egy új hangzókategóriát. Ez most egy hangzókategória jele. Melyikén? Csúszói. Csúszó. Nyelvészetben sziszegősnek hívják. Mi ez? Ott van. Ott a kígyó. És a sok középpont lehetőség. Amiből tényleg középpont lesz, sok álközéppont, sok álhagyomány, sok álexisztenciós, vagyis történelem. Istentelenség, a hamis középpont. És mi volt még ebben benne? Az összes hangzókategória. Benne van. Hát ez egy folyamat is lehet. Vagyis körbeforgatom a tengert. Érthető? Mert hogy ez működik, él, működ. Bele lehet Isten a lelkét. Azt mondja a hagyomány, ebbe a belelehelésbe benne volt minden. Ugyanis az életet lehelte bele, ami önnön saját magának is a lényege volt, a teremtetlen lényege. Vagyis benne van az élet. Miért mutattam ide? Mert ez a jelíró hangzó kategória alapjele. És az elemek szintjén az életelemet idézi meg. Lehelte. Ha! És vissza is tudja vonni. A védikus bölcsességben Istenből így áramlik ki a világ, és így vonja vissza a világot. A ciklusok végén. És amikor Isten beleleheli a lelkét a világba, jelesül az emberbe, hogy csinál az ember? Fogadja. És megszületik. Illetve megszületik, és ez az első mozdulata. Mert közben átjött a tükörvilágba, és minden fordítva van. És fölsír, mert átjött a tükörvilágba, és minden fordítva van. Itt az első az utolsó. Az utolsó pedig mocskosul az első. De aki mindig az első itt, azt nekünk tudnunk kell. Az mindig a legutolsó. Emberi minőségben. Ha pedig Isten visszavonja, akkor ez a Földön így hangzik. És kinevet a lelkét. De még valami benne volt ebben a leheletben. A motiváció, hogy Isten miért lehette bele a lelkét a világba. Ehhez tudni kell, hogy hogyan teremtette. A teremtés Isten tudatának átvitelével történt. Ez első látszatra pszichológiai mozzanat. Nem. Ez nem pszichológiai mozzanat, hanem ez a szerelem mágiája. Amikor én lényemet áthelyezem a másikba, annak a magyar neve az, hogy szerelem. A szerelem lényege az, hogy én lényem eszenciáját áthelyezem a másikba. Miért? Mert bízom benne. És miért bízom benne? Mert a szerelem feltétel nélküli. És ő pedig lény eszenciáját áthelyezi belém. Ezt nevezik násznak, vagy menyegzőnek. Nem testi szinten csak, minden szinten. És amikor a világ újra egyesül, megszületik az ige. Mert a nő méhe, boldogasszony méhévé válik egy pillanatra. És ha ott valósult boldogasszony méhe, akkor a folyamat újra valósul, mert ez a mágia működésének lényege. Újra kezdődik a teremtés, újra és újra. Újra kezdődik a kegyelem, újra.
és már is valósul. A teljesség. A szerelem tűz. Mindenki volt szerelmes, nem? Majd szétveti az embert. A tűz. Erről beszélünk, mert ez alkémia. Ez hermetika, ez megvalósítás, ez metafizika. Szer elem az összes elem együtt. Az összes elem együtt. Élet, lélek, tűz. Igen, a kígyó is. Miért? Mert elkezd emelkedni fölfelé. Hova? Először ide. Pál apostol mit mond? Ha nincs benned szeretet, folytassam. Ez mozgatja ezt a kígyót. Itt is, ővonal alatt. Ezt férfiak nagyon jól tudják. De ha csak ott mozog, az viszont állat. Mert ez az állatnak is mozog. Az ember lelki és szellemi is. Tudatosan. Itt kezdődik. Ha ez a rombusz itt fehér fénnyel telítődött, akkor felszáll az édes illat Istenhez. Sternum sugárzó. Mert ez egy templom, aminek én vagyok a papja. A tátos papja. A fizikában a hullámmozgást hova vezetik vissza, hogy le tudják írni? A rezgőmozgásra. És a rezgőmozgás matematikailag hogy redukálják? Az egységvektor körforgásával, ugye világos? Tehát még ott is úgy van. De mi most nyelvi univerzumot teremtettünk. És mivel a szó teremt, a nyelvi univerzumot teremtettünk egy vizuális univerzumot. És mivel a kép pedig képesség, ezekkel képességeket teremtünk. És képesek leszünk a világot újra teremteni. Hinnünk kell a saját vallásunkban, amelynek megtestesülése a magyar szent korona. Mert a magyar szent korona úgy uralkodó jelvény, hogy vallási jelvény is. Letéteményese a világkirályságnak, és letéteményese a világvallásnak is, ha értik, mire gondolok. Mert egy vallás van. A világnak a vallása. Mert egy világ van, és hozzá egy vallás van. Mert egy feltámadás van. És nincs külön. Hindu feltámadás, iráni feltámadás, görög feltámadás, és magyar feltámadás. Csak egy van. Az, hogy ez a mi ősvallásunk, ez kegyelem is, de irdatlan feladat is. Mert voltaképpen ez az igazi kereszténység. Nem véletlen a magyar Szent Korona neve, élő Krisztus. A Szent Koronatan nem írott alkotmány, és nem társadalmi szerződésen alapul, hanem szerződésen Isten és az ember között. Szerződésen Isten és egy nemzet között. Nevezhetjük akár új szövetségnek is. Vagyis itt egy vallásról van szó. Amikor mi a magyar Szent Korona szerint élünk, és a magyar Szent Korona szerint működünk, és a magyar Szent Korona szerint működtetjük ezt a hazát, akkor az egyetlen világvallást képviseljük ezen a földön. Ezért gyűlölik ennyire. Ez az igazi kereszténység. A magyar vallás. Amikor azt olvassuk az evangéliumban, vagy azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy az utolsó időkben üldözni fogják a keresztényeket, tessék tudomásul venni, hogy ezen a szinten, amin most én beszéltem, ez azt jelenti, üldözik a magyarokat. Az ember szintjén ő mit idéz meg? A gyerekek nem így rajzolják őt, mert nekik nem a kozmikus tanítása fontos belőle. A gyerekeknek a személyes
teljes tanítás fontos benne. A személyes. Ne tévessze ezt össze senki saját magával. Mert most tükör áttanulmányosan látunk. Amit ma személyiségnek nevezünk, az a kígyó, a rontó, az alsó világ fele vezet. Nem. Micsoda különbség. Vigyázzunk, a csúszóhangzók a magánhangzók fele nyitnak. Ahol mindenki azt hiszi, hogy magánhangzó, vagyis magában hangzó. És elfelejtette már, hogy csak mással hangzik. Ez a magyar nyelv csodája. Ő egyébként a népmesénkben nem kígyó, hanem sárkány, és hét feje van. Aki ajtony ajtaját megnyitja, az a sárkány erejét szabaddá teszi. Ez borzasztó első látásra. Ráengedjük a sárkányt Magyarországra. Az út lefele és visszafele ugyanaz. Ha magunkra engedtük a sárkányt, visszafele le kell győzni a sárkányt. Mert most a sárkány ural minket. Holott nekünk kéne a sárkányt uralni. Ugyanis a hetedik fejében van a kulcs. Senki nem ússza meg harc nélkül. Azt szokták mondani az ezotériában. A szeretet nem harcol. Menj vissza, barátom, nyugatra, ahonnan jöttél, és kábítsd ott a népet ezzel a baromsággal. A szeretet nem harcol. Hát nézzük már meg Krisztusunk mit csinált. Folyton folyvást a sötétség ellen harcolt. Így nappal látéve, és nappal téjét éve. Egy valami viszont tény. Nem sűrűn járt életében, kőtemplomban. Volt egyszer, 12 évesen. Aztán elindult országot, világot látni. Aztán volt 33 évesen, és többször nem. Illetve, hogy pontos legyek persze, amikor ő kizavarta a kufárokat onnan, onnantól kezdve kereszthaláljáig minden nap tanított a templomban. De alapjában véve jól megnézzük, kétszer volt a templomban. Ugyanis sokkal fontosabb volt az a nagy templom, amit görögül makrokoszmosznak, vagy a hermetikában makroteosznak neveznek. A nagy világ nagy temploma, és benne a kis világ kis temploma. Ő tud a legtöbbet, és ez az ember igazi lénye, az örök személy, a mikroteosz. A bennem lévő Isten. Meg tudom szólítani? Nem elég megszólítani. Meg tudom valósítani? Hozzá vezet az út, amin el kell indulni. Kint is, és bent is. Kint harcolva, és bent harcolva. Önnek egyébként a mérőszáma 12. Ezért megfelelésben van rejtett módon a nappal. A Jupiterre, bocsánat. Mint ahogy a Szaturnusz rejtett megfelelésben van a Holddal. Mert amit ő 28 nap alatt jár, azt ő 28 év alatt jár. Ahogy a Jupiter tükörképe a Szaturnusznak, egy nagyobb léptékben, úgy a nap tükörképe a Holdnak, kisebb léptékben. A sárkánysághoz neki is köze van, és neki is köze van. A sárkányság legyőzéséhez neki is köze van, neki is köze van. Hol lehet őt átfordítani ide? És hol lehet őt átfordítani ide? Hol van a tükör? Igazság tüköre, igazság napja. Tükör az idő belépés.
vagy az időből való kilépés. Mit jelent összetörni egy tükröt? Halál. Ugye értjük? Megszűnik az idő. Ki méri az időt? Ő és ő. Ki méri a teret? Ő és ő. Mert ha itt van az idő, itt van a tér. Egymást teremtik. Tér az idő, és idő a teret. Így. Indo-európai kalendárium hagyományában. A napok és a bolygó megfelelések hagyományában. Ő. Melyik napnak a bolygója? Szabbat, vagyis szombat. Ő melyik napnak a napja? Csütörtök. Igen. A magyar hagyományban ő melyik napnak a napja? Csütörtök. Köszönöm szépen, és ő? Köszönöm szépen. Mert most tükör által homályosan látnak. Mi meg színről színre. Hol lehet átfordítani? A közös elemnél. Ugyanis a Vénusznak itt is péntek a napja, és ott is. Na hát ez a lényeg. Ne felejtsük el, ő Jehovának a csillaga. Ne felejtsük el, ő Bálnak, Nimrodnak a csillaga. Mert voltak éppen két vallás van. Nimrod vallása, és Jahve vallása. Csak egy valamire vigyázzunk. Az utolsó időkben, amikor az eszenciák egyik oldalon sűrűsödnek, vagyis tartanak a pontszerűség felé. Ez mi? Ez a vízöntő egyik aspektusa. Ugyan miért szűnik meg az idő a vízöntőben? Azért, mert a létezés egyik fele ponttá zsugorodik, vagyis eszenciálissá válik. Az elemek, a formák, és az összes létezésmód koncentrálódik. A másik oldalon pedig, ha valahonnan kivontuk az eszenciákat, hígul. Az emberiség ketté válik. Egyik része koncentrálódik minőségében. A másik része pedig hígul. És egyre hígabb lesz, és egyre hígabb lesz, és egyre hígabb lesz, és a végén már majom lesz. A másik pedig egyre eszenciálisabb, és a végén. Mert ez ide vezet. A kígyó, a sárkány, a susunna egy hierarchikus rendben kéne, hogy működjön. Mit jelent az, ha jeli szintes? Elindult a minőségtelenségek felé, ahol minden pusztán kvantitatív halmazokban mérünk. Mindent kvantitatív összefüggésekbe kell átfordítani. Az az igazi tudomány, ami matematizált. Igen, az a Lucifer. A tudomány nem tudás, a tudomány Lucifer. A hamis fény, az ellenfény, az ellenhagyomány. Tér és idő. Ugyanis itt lép be a térbe és az időbe. Őnek ki van egy ellenpontja, mert tükröződött. Most így rajzol. Remélem követett. Ő az, akiről azt gondoljuk, hogy valós. Ma így hívják szép idegen szóval, az individuum. Vagy még szebben, az individuális én. Ő a hold. Magyar nyelvben közvetlen hanggal, aki megfelelője, ne áltassuk magunkat. Holt. Az individuális én, ugyanis holt. Az individuális én állandóan a halálban levés állapotában van. Azt hiszi él. De voltaképpen egyetlen egy másodpercig sem él. Soha. Mindig halott. És kap egy lehetőséget, hogy felébredjen. És úgy nevezi, halál. Ő is be tud lépni a térbe, és be tud lépni az időbe.
mert hogy térben és időben működik. De ha ezt a tükröt szét tudja törni, vagy a másik út, félig áttetszővé tudja tenni. Akkor kilép a térből, és kilép az időből. Ott azon a ponton, ahol ő belépett a térbe, és belépett az időbe. Vagyis a tükör, az a halál kapuja. És ezért van kétféle tükör. Ez a tükör, ami végső formában rögzíti a kettéválást, nevezzük úgy, az Évának a tükre. Éva rendkívül bájos nő. Éva a divatlapok főszereplője. Éva a szappanoperák főszereplője. Éva a manöken kifutón végig sétáló hölgy, akinek egyetlen egy dolog fontos. Csábítani. És csábítani, és csábítani. Ehhez viszont a testét folyton fiatalon kell tartani. Erre épül rá a nagy varázslat, a kozmetikai ipar. Ami vegyük észre, miből nyeri a legfőbb alkotóját? Segítek. A tejből. Miért volt olyan fontos a hölgyeknek régen tejben és vajban fürödni? Még itt is a tej út energia kulcs. A szépség kulcsa, az örök élet kulcsa, a tej út energia. Alkimista lennék most, azt mondanád, akár lehetnék is persze. A filozofikus tej, amivel táplálni kell az anyagot, hogy prima materiából materia benedicta legyen. Vagy ha úgy tetszik, életelixír. Vagy ha úgy tetszik, bölcsekköve. Bölcsekköve, amelynek segítségével a nemtelen anyagot nemessé. Na most, ha én nemekről beszélek, akkor ez milyen út? Szerelmes út. Nemessé, vagyis aranyjá tudom végső sorban alakítani. Miért van a halálban az individuális élet? Nagyon egyszerű. A tudatnak minden pillanatban szüksége van hordozóra. Nevezzük ezt tudathordozónak. A fizikai testünk. Ez azt jelenti, hogy amit individuális tudatnak nevezünk, annak hordozója a fizikai test. Mi történik a tudattal hordozó nélkül? Az a veszély fenyegető, hogy megsemmisül. Nem tudja magasabb tudathordozóba áthelyezni a tudatát. Meddig tart ez a folyamat? Egészen addig, amíg olyan tudathordozóba helyezi át a tudat önmagát, amelyben önmagára úgy tud tekinteni, nem kell külső feltételekre támaszkodnia. Vagyis önnön lényegében hordozza önmagát. Vagyis fény a fényben. Ezt nevezik fénytestnek. Ez volt a kiinduló pont. Ez viszont a változások világának van alávetve. És mivel azt tapasztaljuk szakadatlan, hogy minden változik, elhisszük, hogy mi is változunk. Mivel azt látjuk, hogy a formák születnek és megszűnnek, azt hiszük, mi születünk és megszűnünk. Azt gondoljuk, ez a világ általános törvénye. Mert az az érzelmi és érzeti képünk van a világról, hogy azt az elmúlás működteti. Még egyszerűbben fogalmazva, mivel azt gondoljuk, hogy meg kell halni, ezért meghalunk. Mert gondoltunk valamit. Mert egész életünkben csak mindig gondolunk valamit. Az életről is gondolunk valamit, aminek semmi köze az élethez. Ez a reflexió, úgy hívják a pszichológiában. Mire gondolok valamit, az a gondolat már rég elrepült. Ugyanis a világról én csak reflektálni tudok. Tapasztalok, és a tapasztalatokból leszűrök egy világképet. Egy nézetet. Egy meggyőződést, egy elképzelést, vagyis a hétköznapi tudat állandóan elkésik.
olyan, mint az az ember, aki 10 perccel később megy ki a vonatjához és lekési. És csak a végét látja. Na ez az individuális tudat. Soha egy pillanatig az igazi élettel és az igazi eleven gondolat áramával nincs kapcsolatban. Mivel van akkor kapcsolatban? A gondolat burkaival. Amint elgondoltam, tárgyasítottam. Vagyis bezártam. Ez a gondolatforma. A gondolatforma burkokból épül föl. És mivel ilyen a tudatom felépítése, ezért a világ burkokból épül föl. Megint erről beszélek, az álló hullámról. Mert lehet csóválni a fejünket, de ezek a burkok. Egyre több ilyen rétegződik egymásnak. És egyre több. És már olyan átlátszatlan a burok, hogy már nem is látom. Azt hiszem, ez a valóság. Nézzük meg, ahogy egyre több burkot rajzolok rá, eltűnik a hullám természete. És mit fogok tapasztalni? Hogy tömeg. Csak interferencia. Mert tükör által homályosan látok. Föl kell oldani. Ami lemerevedik, föl kell oldani. Be kell hatolni a szombatba, és csodákat kell tenni. Föl kell oldani a tömeget. Mert amikor a tömeg föloldódik, és valami olyan lesz ott, ami nem tömegszerű, ezt hívják csodának, nem? Ezt hívják jelenésnek, nem? De ehhez mindig a jelenben kell lenni. Nem a pillanatban, mert azt mire megfogtam, már múlt. Hanem a teljes időben. Vagyis úgy kell a jelenben lenni, hogy ebben a jelenben bele kell csempészni a teljes időt. A teljes idő pedig a múlt. És mivel a jövő a múltból nő ki, ezért ha múltot beleraktam, beleraktam a jövőt is. Egy pontba. Ez az idők teljessége. A kezdet és a vég. Vagyis az örök ember, az időtlen és halhatatlan. Ennek két útja. Hogyan történt a teremtés? Amikor belelehelte a lelkét Isten a világba, ami rejtett módon már benne volt, ugye érthető? Azt emelte ki, és tette láthatóvá. Hogyan? Azonosult vele, vagyis tudatát áthelyezte a világba. Szellemét áthelyezte a világba, lelkét áthelyezte a világba, a lélegzet útján. De van egy második mozzanat, ugyanis ez a tudatátvitel mozzanat. Minden mágia tudatátvitellel történik. A tudatátvitel jelképe madár. Miért üzennek madárra? Mi a tudatáthelyezés lényege? A szerelem misztériumában egyesülök azzal, sőt azzá válok, amit kimondtam, amit elgondoltam, amit megteremtettem. Csak így tudok teremteni. De van egy második mozzanat. Tudni kell, hogy úgy vagyok azonos vele, hogy nem vagyok azonos vele. Mert nem csak azonosítani kell tudni, hanem megkülönböztetni is kell tudni. Aki tud azonosítani, tud megkülönböztetni. És aki tud megkülönböztetni, tud azonosítani. Ezért szoktatnak le minket a megkülönböztetés képességéről. Lásd a sötétet világosnak. És lásd a világot sötétnek. Azt mondja az ezotéria, búgó, sziszegő, kígyó hangja. A világosság sötétség. Minden relatív. Nézőpont kérdése. Kedves barátom, akkor menjél a relatív pokolba. Ugyanis ez egy nagyon sátáni hang. Csak meg kell nézni, melyik irányból jön. Nyugatról. Hát könyörgöm, jön érték nyugatról. Egyszer is jött érték nyugatról. Mondjuk már egy példát. Nem ők vettek el mindent tőlünk? Nem ők raboltak ki mindent? És nem is most is nem ez történik?
csak egy picit módosult az irány. De ez is érdekes egyébként, mert dél, vagy ha valaki a földrajzi pontossághoz ragaszkodni akar, délkelet. Ez a hermetikában az ellenhagyománynak az iránya. Szó szerint a sötétség iránya. De még egyre nem válaszolt. Hogy lehet, hogy állandó halálban van ez az individuális tudat? Azért, mert úgy hozza létre magát, hogy kivetíti. Ezt hívja a pszichológia projekció. Kivetítem, ott valami történik. Micsoda? Megismétlem Isten tettét, egyébként észrevettük, ezért mondtam el a teremtés misztériumát. Isten azonossá vált azzal, amit megteremtem. De jön a második pozzalat. Visszahúzta magát. Teremtésből egy pillanatra. Ezt úgy fejezi ki a biblikus szöveg, és látta, hogy jó. Megteremtette, majd kivonta belőle lényét egy pillanatra tudatát, és látta, hogy jó, hogy szemlélte. Vagyis úgy azonos vele, hogy mégsem azonos vele. Úgy van kint, hogy bent van. Úgy van bent, hogy kint van. Na most ez az a második mozzanat, amit az ember nem tesz meg. Az individuális tudatát. Mert én a tudatomat mivel azonosítom? Hogyan tartom fönn az örvénylését? Rávetítem a külvilág. Ha nincs külvilág, nincs tudat. Vagyis a tudat mivel azonosul? A külvilággal. Magyarul tárgyasul. Ez azt jelenti, hogy látszólag a külvilág tartja fenn a tudatomat, és látszólag, de ezen már nem szoktunk elgondolkozni, a tudat tartja fenn a külvilágot. Azért ilyen a külvilág, mert rosszul működik a tudat. Sok-sok középpontnak, sok-sok középpont felel. De csak egy középpont van. És én a burkokat látom. Így kerültek az emberre is burkok. És így kerültek a gondolatra is burkok. És amikor gondolkozok, voltak éppen a létezés legkülső felszínét érintem. A legkülső burkot. Soha az eszenciával kapcsolatom nincs. És mi történik a halál pillanatában? Minden burok felhasad. Csak hogy mivel sose láttam a magot, az eszenciát, az elementális fényt, vagyis nincs látásom hozzá. Sötétséget látok. Mert ez az elementális fény megvakítja a szememet. És abba a tudathordozóba kerül a tudat, amely a legközelebb áll az éberségéhez. Na most a mai ember tudat konstitúciójában mi áll a legközelebb a mai ember éberségéhez? Ezt tudja a pszichológia is ma már. A tudattalamban lévő erők. Vagyis az ösztönvilág. Ugye érthető? Az emberi tudat leköszön emberi mi voltáról, és elkezd degenerálódni az infernális erők hatására az állati létszint felé. Pedig itt lenne a másik. Egyetlen egy dolog kell hozzá. A belső hőt feléleztem. Ugyanis mind a kettő egy hősi út. Különbség a kettő között az, hogy van egy száraz út, és van egy nedves út. A védikus bölcseletben ezt nevezik Visnui útnak, ezt pedig Sívai. Ez a létezés feltételeire támaszkodik, és egy viszonylag mérsékelt erőkoncentrációt igénylő út. Dakshinacsára. Ez pedig egy sívai út. Az alkímiai hagyomány ugyanezt a folyamatot írja le. Ez amikor széttöri a létezés feltételeit hirtelenszerűen, két fogalommal illeti. Ezt a két fogalmat elkülöníti, de ezek voltak éppen fedésbe hozhatóak. Az alkímia nem fekete mágia.
Az alkímia nyugaton fekete mágia lett. De az alkímia nem nyugatról származik. Az alkímia még csak nem is Egyiptomból származik. Szoktak ugyanis Hermes Trismegistusra hivatkozni, mint forrásra. Nem. Nagyon szépen leírja a hagyomány. Az alkímia a szabiroktól származik. Tudjuk, kik a szabirok? Ha vérbulcsú és tormás azt mondta magáról, hogy ők szabirok, kik a szabirok? Nevezik őket még szabiánoknak vagy szabeusoknak, és érdekes módon évente elzarándokolnak Egyiptomban. Miért? Mert ott valami titkos beavatási hagyomány él. A piramisokkal kapcsolatban, amelyek melyik csillagképet formáznak a Földön? Domaszeket, vagyis mi? Mondhatom azt, hogy damaszkuszi úton járnak? És mondhatom azt, hogy metanoiát, vagyis fordulatot végeznek? Igen, mert mindannyiunknak meg kell fordulni most már. Meg kell fordulni az időben. És széttörni a tükröt, drasztikusan. Vagyis a formák változó világát. Vagyis az éva tükröt. Na most van egy másik lehetőség. Tudjuk, hogy a magyar hagyományban hogy hívják a félig átteresztett tükröt? Mária. A tükörben nem csak Éva nézheti magát, és cicomászhatja magát, hanem Mária is. Megjelenhet a Máriaság. A félig átteresztett tükör pedig pontosan azt tudja, átengeri félig ezt a hullámot. És átengeri félig azt a hullámot. És mi történik? Újra egyesül. Vagyis nincs már két világ, csak egy világ. Kiderült a turpisság. Mert amit a tükör, az voltaképpen a tudatról beállítódása. Az voltaképpen az individuális tudat szerkezete. Ez a tükör. Ki hozta ezt ránk? Hát a kígyó története reggel előtt. Tényleg a női minőség. Lesüllyedt állapotában. Hol látom álló hullámnak a nőt? Nem olyan bonyolult a kérdés. Hol látom álló hullámnak a nőt? Vagyis hol látom a nő testiségét? És ki az, aki látja? Volt aki. Mert mi mindannyian kik vagyunk. Megidézzük a szarvas történetet. Szabad a szarvas. Közben a vadász, az atya, az ősöreg, vagy nyilna, vagy puskával modernebb változatban vadászik rá, keresi. Eltűnt. Elkezdi a nyomát követni. Szarvas nyomon. Egyszer csak egy hűs forrásnál vagy pataknál találja. Egyszer csak megjelenik a legkisebb szarvasfiú, vagy a legnagyobb szarvasfiú más változatok. Úgy, hogy menet közben hátra fordul, vagyis agancsozata, mint egy keret előelem, tükröző helyzetbe kerül. És ki a szarvasfiú? Ki a szarvasfiú? Hát mi vagyunk? Hol állunk? Patak, hűsforrás. Vízöntő halak áthatás. És ha megfordul, kit fogunk látni? Itt van oldalt az atya, aki céloznak. De mi kit látunk, és kit vértünk be? Aki szembe van. Azért fordítottuk így a fejünket oldalvást, hogy az atya is lássa a tükörből azt, amit mi látunk. Ki ő? A szűz állat övi egy képviselője. Vagyis a nő, aki lehet szűz, és lehet anya, vagy lehet szűz anya is. Vagy marad szűz örök életére. És ha én a halakban állok, csak én, mit látok? De csak én a fiú. Hát mi van a halakban? A szűznek az micsodája? Az a testesség. Ez az Éva. És ki fogja ezt a látvány számomra nyújtani?
hogy? Hogy testélőn vagyis. Nem csak az élet testét. Rontás is testélet, ez az éva. Álló hullámmá vált. És elkezdett testesedni. Most megnyitott az alvilág összes erőit. Amiben a csábítás erői. Hát az alvilágból mi jön? A kábulásnak az erői. Az emberben hol van az alsó világ? A tudat alatt. Hol van az összes kábító erő? A tudat alatt. Csak egy valamit nem tud. Tükör által homályosan látunk. Csak azért van most lent, mert nem mi uralkodunk rajta, hanem ő uralkodik rajtunk. Vagyis elkábítja a tudatot folyton. És félrevezeti folyton. Hát mindenek előtt, ahol elkezdtük. Az akarat. Timikon. Na ez az, amit mondtam. Vagyis hol keressük a megfelelőjét? Mert ennek mi a neve? Timus. Föltűnt már valakinek? Hogyha úgy nagyon gyengék vagyunk éppen, és nagyon rosszul vagyunk. Szokták is mondani. Kicsit itt megütögetjük. Ez dobolás volt persze. És rögtön jobban vagyunk. Amikor régen harcra mentek, ebben a kézben a dárda, ebben a pajzs, és még nem a pajzsot ütötték, mert szerencsétlenek egy idő után azt hitték, tükör által homályosan látott, hogy a hanghatás a lényeg, majd attól, hogy megijed az ellenség. Eredetileg ez a mozdulat ide vonatkozott. Menjünk harcba, hogy gyűjtsük össze az erőket. Egyébként, aki veri a mellét. Mit akar pótolni? Érthető. A hiányzó hősiesség. És hazudik itt, megveri a mellét. Mert valami homályos még mindig tükör által fölreng. Ő kell hozzá azonban. Nem a gondolat. De tényleg minden az akarat. Most az akarat szóban azért valami benne van. Akar. Ha ez az akarat működik, akkor a lélek szárnyalik. A Merkur a szárnyas csodalé. Nem véletlenül a görögöknél Hermes. A latinok Mercuriusa, alkímiai elem is. Maga az eleven gondolat. Nem a gondolkodás. Nagyon szép a magyar nyelv. Gondolkodik, most a költőszavával fogok élni. Sötét gondok közt henge. Tudnék a gondolkodás gyöke a gond. Aki gondolkodik, vegye tudomásul, gondjai lesznek. Azért a magyar nyelvben van egy szem szó, ami kifejezi már a lényeget. Az igazi gondolat, amikor a gondolat eleven áramába helyeződik bele. Eltűnődtem. De van egy jellegzetes képjele. Ő neki. Rész sarkantyú. A réz, az az ő féme, vagyis az ő fénye. De hogy itt nem csak róla van szó, mutatja, hogy itt a Merkurról is szó. Kapott egy koronát, de ez még nem teljes kör, mert a réz, az rész. Vagyis még tovább kell haladni. Jupiterről, Szaturnuszról beszéltünk, Holdról beszéltünk. Napról beszéltünk. Ő is kétfajta aspektusban lehet jelen. A formák állandóan változó világoként. A venerikus világként. Ahol az érzékélvezeteknek, az érzeteknek és az érzelmeknek vagyok kiszolgáltatva. Minden burokhoz kötődöm érzelmileg, és nem tudom elhagyni. Ennek az útnak ez a kezdete. Tudni kell, hogy a formák világa nem valóságos. A hozzákötődő érzelmek nem valóságosak. El kell vágni őket. Ezt nevezi az alkímia szeparációnak.
elkülönítem önnöl létezésemet az állandóan változó formavilágtól. Elkülönítem. Minden megvalósítási útnak ez az első lépése. A második pedig kizárom a gondolkodást. Vagyis kiürítem a tudatomat. Hogy az eleven gondolattal tudja kapcsolatba kerülni. És ezután indul el az út. Rendszerint álomban. Vagyis a népmesehős talál egy fát, leheveredik a tövébe, és álomban szemben. És most jön a lény, mert az álomban megjelenik az ősz öregembe. Most mielőtt azt gondolná valaki, hogy ez mint népmesei szimbolika csak a belső világban valósulhat, szeretnék mindenkit figyelmeztetni, ez a külső világban is valósul. Szent helyeink a halunk. Mi a halunk? Egy olyan közeg, ahol rá vagyok kényszerítve a szeparáció műveletét elvégezni. Miért? Távol van a városoktól, távol van a falvaktól. Magányos helyek, magaslati helyek, ahol kívül vagyok a külvilágon, és fölötte vagyok a külvilágon. Ráadásul alattam kik vannak? Akiket oda eltemettek, vagyis az ősök. Vagyis visszafele nyílik meg az idő. Szeparáció a külvilágtól és a tükör felszámolása. És mi a következő lépés? Aki volt már szertartáson, volt már halmon, tudja. Megjelennek az ősök, vagyis az őszöreg ember. Ő tulajdonképpen kicsoda. Ezt azért mondom, mert a népmesét meg lehet élni a magyar tájban. És arra szeretnék részsarkantyúval sarkalni mindenkit, hogy élje is meg. Individuális tudat nem látja ezeket. Ő a tájban turistaként van jelen. Lehet turistának is menni, csak nem érdemes. Lehet kirándulgatni is, csak nem érdemes. Mert a táj létezik magasabb és magasabb és magasabb szinten. És meg lehet élni ezeket a valóságokat. Ott van minden beavató helyen, a beavatónak az ős öregje. Vagyis a szellemi ős, aki megjelenik a tudatban. Azért, hogy ellensúlyozza a szeparáció és a szolúció, vagyis az oldódás, az individuális tudat oldódásának, ő neki a hold a principium. Okozta sebeket. Mert ki gyógyítja be a sebeket? A szellemős. Akiről kiderül, hogy amikor látni akarjuk, ő voltak éppen egy lényegű a fiúval. Mert ki az, aki sebe? És ezáltal be tudja a sebeket gyógyítani. Aki már ezt az utat megjárta. Ki az, aki megsebesítette magát, és utána begyógyította a sebeit? Csak ne felejtsük el, ez egy királyút, ez a világ királynak az útja. És jön a rejtőzködés. Mert ha ezt a szintet megértük, innentől kezdve egy rejtek jutunk lesz. Elindulunk országot és világot látni. Ez nem nyilvános. És nem tartozik a nyilvánosságra. Ahova a tömeg tódul, ott nem az igazság. Ez egy magányos út, tetszik, nem tetszik. Itt nincsenek végső receptek, mert mindenkinek saját útja. Önnön realizációja a saját útja. Ez az út a magyar népmesékben, erdőkön és mezőkön keresztül. Az erdő az a zárt állapot, amikor egy tudathordozóban vagyok. A mező pedig az az állapot, amikor túllépek egy tudathordozón. Na most, a halom az az alkímiában megfelel a putrefakciónak, vagyis a szétrohadásnak. Eltemettek, és látszólag szétrohad a testem. Mondom, látszólag, mert a jó alkimista tudja, ez a nigrédó állapot. Halálon való átmenet. Na most az álom után mi jön a tudatban? Menjünk tovább a fokozatokban. Ha már álmodtam, és mondjuk nem volt ősz öreg ember, nem volt szellemős, aki a sebeimet begyógyítaná, aki egyényleg a fiúval, akkor mi következik? Mi a következő állapot? Hát menjünk tovább az álom.
mondjuk az álomnál mélyebb állapotot. Ez az álomtalan alvás. Ekkor vagyunk a növény léthelyzetre. Az álomtalan alvás megfelel a növény tudatállapotnak. Nem hiszik el? A növénynek ilyen tudatállapota van. A növénynek van tudata. Azért, mert nem tud helyet változtatni. De néhány embernél intelligensebb, mert tudja, hogy a fény fele kell nő. Olyat álmodnék, amely olyan attribútumokba fejeződne ki, amihez a jelenlegi tudatkonstitúciónak már nincs képe, vagyis attribútum. Ezért nem álmodik. Túlléptünk egy világon. Az álomnak a világán. Ezt a keleti hagyományban egyébként Asura Lukának hívják. És hogy a magyar népdalból idézzek, de erre egyébként már Szántaja is felhívta a figyelmet. Az álom tartományának a határáig madárként tudok röppenni. És az álom tartományán túl már olyan régióba kerülök, ahol a madár se jár. Ez ugyanis az albédó, vagyis a fehérség. Mert eddig a feketeségben voltam. Persze, ha át tudtam világítani, akkor a migrédóból is, vagyis a feketeségből is albédó, vagyis fehérség. Ekkor viszont már a Vénusz nem a formák változó világa, hanem a király kisasszony, aki föltűnik a tudatunk. És ha a király kisasszony feltűnt, kedves férfiak, a szívem olyan szerelemre lobban iránta, hogy szétveti még az összes meglévő erőt és képességet is. Ezzel túl tudtam rajta emelkedni. Vagyis ő teremti meg a lehetőségét a túlemelkedésnek. Na most a jó alkimisták tudják, hogy amit eltemettem, az vagy szétrohad, vagy pedig, most figyelj, önnön erejéből elkezd fehéredni. Ez az albédó. És mit gondolnak, mivel szimbolizálják azt, amikor a prima matéria, mert így hívják, vagyis a kezdeti anyag, az első anyag, elkezd fehéredni. El nem tudnám képzelni. Caput corvis, az mi magyarul? A holló feje. Mondom holló, mondom fehér, és mondom romlatlan anyag, vagyis matéria benedicta. És Pál, és Pálus, és Paulus, és Pálosz, és tükör. Akinek füle van a szaja, mert végig egy kérdésről beszélünk. És ha átment minden színen, és teljesen fehér. Ezt nevezik matéria transmutandinak, amikor átmegy minden színen. Keleten ezt hívják sambhoga kájának. Magyarul azt mondom, megval minden színt. Vagyis ez a színe vallása. Vagyis urunk színe változása. És a végseredménye egyébként ennek mi? Olvassák el Lukácsnál, vagy olvassák el bárhol, bármelyike van. És az orcája és a ruhája mielőn? Fehér. Már nem itt fehér, hanem amiről beszélünk. Itt tételező. Egyébként van egy következő állapot is, majd ezt is megnézzük. Ez lesz a rubédó, de ez még tovább kell lépnünk. Mert itt valami rendkívül szubsztilissá kezd válni. És amikor eléri a teljesen fehér állapotot, na most lepődjük meg. Milyen fogalmat használ erre az alkimia? Cauda pavonis. Magyarul a páva farka. Mi van a páva farkán? Az a bizonyos páva szem. Mit jár körül majd ez a szertartás sorozat? Elárul. A páva szem halomrendszert járja voltaképpen végig. Mert a pávaszem halomrendszerben van Marosvár, a pávaszem halomrendszerben van Máriaradna, a pávaszem halomrendszerben van Pusztaszer, a pávaszem halomrendszerben van Dombegyház, és a pávaszem halomrendszerben van Vécstömár. Csak hogy ez a két út, az voltaképpen egy. Mert voltaképpen a teremtés és az újrateremtés
két mozzanat egyben. Tudatátvitel és öntudatátvitel. Na, ezt érti valaki? Amikor azonosítom magam azzal, ami nem én vagyok, úgy, hogy közben tudom, hogy én vagyok. Majd azonosítom magam azzal, ami tényleg én vagyok. Tudva, hogy az is én vagyok, és az is én vagyok. Ha ez a második mozzanat hiányzik, akkor a tudat egyre lejjebb fog jutni. Mert egyre alacsonyabb erőkkel azonosítja magát. A védikus hagyomány ezt áthiászának, összetévesztésnek nevezik. A tudat összetéveszti magát azzal, amit teremtett, és beleragad. De majd egy következő erőbe szintén beleragad. Majd egy következő erőbe szintén beleragad. Ezt is rajzoltam már, így keletkeznek a burkok. Ő, a gyerek csak őt ismeri. Aki uralkodik az erőkön. Ezek az erők. A hierarchia, az erők hierarchiája alattam. Kezdem így nálam, vagyis az uralom nálam. Úgy hívják megnevezni. Megnevezni, belelehelni a lelket. De a szerelem legmagasabb éberségi fokán ejtem ki a hangzót. Ezért ő innentől fogva törekedni fog felé, mint ahogy én törekedtem felé. Mert ez a szerelem lényege. Egyébként az ortodox kereszténységben ezért vetik így a kereszt. Most jutott eszembe. Mert egyesítik az összes erőt. Ők még tudnak a szeretet. Na most, ha én azonosítom vele magamat, akkor én erővé váltam. És mivé vált az erő? Személyé. És vele azonosítva magamat, mi lesz a végállapot? És ez nem egy vicc, képvicc. Még elkövetem ezt is. Ugyanis ez nem szabadság. Ez a legnagyobb rabság. Amikor azt mondják nekünk, az individuális, hát ő az individuális. Az individuális társadalom, a szabadság társadalom, ezt kódolják úgy. Az individuum, az a halál. Amiről meg beszélnek, az a legnagyobb rabság. Az individuum rabságban van, mégpedig a halál rabságában. Vergődik a halál rabságában. És ettől félnek. Mert ez a szabadság. Ettől félnek. Na hát ezeknek a burkoknak mindenhol megvan a gyönyörű neve. Én a Taittiriya Upanishadból idéznék egy rövid kis részletet. Angas Gila fordításában a burkokról. Ez lehet egy meditációs úton. Nem azt jelenti, hogy mink szép magyar meditációs út, mert van, erről beszéltünk végig, olvasnak magyar népmesét. Minden magyar népmese ugyanazt az utat valósítja meg. Csak egyszerre a világosság egyetemes útját, mert a népmese az a nap mása. Olyan mise, amelyet a nap misézik, vagyis nap mise. De közösség is, mert a nép mása, vagyis a nép miséje. És személyes is, mert minden népmese más állatövényekből indít, vagyis más karakterre szabott. Ezért van ilyen sok. Ha nem lenne sokféle ember, nem lenne sokféle népmese. Ez gyönyörű, ez a szöveg, azért olvasom el. De a népmesék még szebbek. Hát mindenki tudja, hogy az emberről hétből ötlet leemzés. Na nézzük, mit ér a Taittiriya Upanishad. Az élő ember tápláléktest. Táplálékból van a feje, ebből van a jobb oldala, ebből van a bal oldala, ebből van a törzse, alsó teste és lába. Táplálékból született minden lény, aki csak a földön él. Ez kétértelmű mondat. Aki csak a földön él, aki csak a földön él. Táplálék tartja fenn életüket és táplálékkel válnak. Ettől a tápláléktól való embertől meg kell különböztetni azt, aki lélegzetből van. A hindu hagyomány ezt pranamájának hívja. Pranamája kosa, a lélegzetből ok. Az emberi test lélegzettel telt. Amannak ember alakja van, ezért ennek is ember alakja van. Lélegzetből van a feje, lélegzetből van jobb oldala, lélegzetből van bal oldala, ebből van törzse, alsó teste.
lába. Ez tulajdonképpen annak a tudatnak a hordozója, amelyet madárléleknek nevezünk. Ővel oda lehet eljutni, ahol jár a madár. Csak hogy a madár egyszer örökre elmegy. Ismert a népen? Elszállt a madárka, üres a kalicka. Azt üzente vissza-vissza, mint tavaszra. Ha tavaszra nem jön, búzapirulás. Hogyha akkor se jön, szőlőlágyulás. Hogyha akkor se jön, tudd meg, soha se jön. Ez a megvalósítás három lefokozata. Nigrédo, albédo, rubédo. A rubédo lehet vörös is. Ha az árpádsávos pólyát nézzük, ott vörösnek látjuk. De lehet arany is. Mert az arany lehet arany is, és lehet vörös is. Mert a nap lehet arany is, és lehet vörös is, amikor újjászületik. A török nyelvekben az altun egyszerre jelent vöröset és aranyat. Ezt ajtony miatt mondta. Az élet leheletét kívánják az istenek is. Az emberek és az összes állatok. A lélegzet az élet lényege, ezért hívják életleheletnek. Ettől a lélegzetből való embertől meg kell különböztetni azt, aki érzésből és kívánságból van. Az emberi test érzéssel és kívánsággal telt. Amannak ember alakja van, éppen ezért ennek is ember alakja van. Érzésből és kívánságból van a feje, ebből van jobb oldala, ebből van bal oldala, törzse, alsó teste és lába. Ettől az érzésből és kívánságból való embertől meg kell különböztetni azt, aki gondolatból van. Az emberi test gondolattal telt. Amannak ember alakja van, és éppen ezért ennek is ember alakja van. Gondolatból van a feje, gondolatból van jobb oldala, abból van bal oldala, törzse, alsó teste, lába. Ettől a gondolatból való embertől meg kell különböztetni azt, aki ragyogó boldogságból van. Ez az Anandamaya kósa. A fényből szült palást. Az a tudathordozó, amit fényből szőnek. Ez is a női principiumhoz tartozik. A magyar hagyományban úgy hívjuk, Mária köpönyege, vagy Mária palástja. Az emberi test ragyogó boldogsággal telt, amannak ember alakja van, éppen ezért ennek is ember alakja van. Ragyogó boldogságból van a feje, ragyogó boldogságból van a jobb oldala, ebből van bal oldala, törzse, alsó teste, lába. Aki nem tudja, hogy a lélek a létező, az maga nem létező. Aki tudja, hogy a lélek az egyetlen élő, az maga is életre ébred. Akkor én most veszek egy nagy levegőt, és itt fogom befejezni.